this one by Mattingly. Oh, hang on to the roof. Goodbye, home run, Don Mattingly. Swung on and hit in the air to deep right. That ball is high. It is far. It is gone. Bernie goes boom. He hits a three-run home run to right field with two out in the eighth. Yankees take an 8-5 lead. Burn, baby, burn. Swung on a drill deep to right field. There it goes. See ya. Into the upper deck. David Justice with a three-run home run. And the Yankees have come all the way back. They lead 6-4. Get your tokens ready. You might be boarding the subway. Oh, what a big home run for David Justice. The throw misses a cutoff man, shot into the plate, out of the plate! Derek Jeter with one of the most unbelievable plays you will ever see by a shortstop. They're chanting Paul O'Neill's name. Still six outs to go. Sean pops it up. He ran right into the catcher. Oh, what a catch! And what a you see that? Play by Jorge Posada. His bare hand. That was unbelievable. Off the baseball. Figgins backed him off. They got tangled up. Jorge Posada dropped his glove and he made a catch barehanded. I've never seen that before. Swisher skies one into center. Back at the wall. This ball is off the wall. One run scores, it'll be Nunez, Jeter right behind him. And with that, the Yankees have taken the lead. Down 9-0. They lead it in the eighth, 10-9. Judge hits one to center field and deep. Going back, Kiermaier, turning, looking, see ya! A monster home run! Back-to-back home runs by the Baby Bombers in their first big league at bats. Can you believe drive into left center field. Sanchez is watching. This ball's flying. Three-run blast out of Fenway Park. All the way out. Rivera sets and deals. Strike three. Ball game over. Yankees win. And it's perfect because the greatest closer in history now has the most saves in history. First at bat of the game. There's a fly ball deep to left. It's on its way. There it goes. And the Yankees are going to the World Series. Aaron Boone has hit a home run. The Yankees go to the World Series for the 39th time in their remarkable history. Aaron Boone down the left field line. They are waiting for him at home plate. And now he dives into the stone. The Yankees win it 6-5. Ball game over. American League Championship Series over. Yankees win. Nice! Yankees win! Sziasztok, ez itt a New York Yankees Hungary és a Yankeekhez a Yankeezzel kapcsolatos podcastjének a 22. adása. Robogunk tovább ezerrel ebben az évben is, és már februárban is. A mikrofonnál DS. Mike. És B. Sziasztok. Üdvözlünk minden kedves hallgatót. Kezdjük is, szerintem vágjunk bele a közepébe in medias res, ugyanis Yankees házatáján is, és az MLB házatáján pedig pláne történtek események. A Yankeesnél sokkal nem tudunk, vagy sokról nem tudunk beszámolni, az viszont annál érdekesebb. Én azt mondanám, hogy rögtön kezdjük egy nagyon uborka szezon hírrel, ugyanis nem megjelentek értem, a... miért mondod ezt? Megjelentek a cikkek, hogy Aaron Judge és Giancarlo Stanton gyökeresen átalakították az edzéstervüket, pont a sok sérülés miatt. Kevesebb súlyzózás, több nyújtás szerepel a programban, és Aaron Judge-nek kiemelték, hogy nagyon ráfeküdt a jógára. Egyébként nekem valami úgy rémlik, hogy Judge már korábban is előszeretette a jógázott, de ezek szerint akkor ennyire nem. Most kapott nagyobb hangsúlyt valószínűleg a felkészülésében. Majd a Tampa Bay Rays-nek a
szurkolói, hogyha már bemehetnek a meccsre, akkor majd kiabálhatnak neki, hogy nem ilyen a jóga. Hát kíváncsi vagyok, hogy ez használ-e majd több pilates, kevesebb gyúrás. Hát figyelj, igazából az erejük gondolom megmarad, tehát nem hiszem, hogy az befolyásolna. Hogyha ezzel több sérülést el tudnak kerülni, mert flexibilisebbek, akkor én azt mondom, hogy az egész csapatot irassák be jogázni most azonnal. Na, akar szépen beszélni, ez nem a te stílusod. Elnézést. Ami még nekem egyébként így szúrta a szememet, Erik Kresszi nyilatkozta, hogy ugye a rájátszásban, amikor a Rays ellen játszottunk, és Stanton valamelyik meccs előtt nyomta a sprinteket bemelegítésnél, hogy hú, hát ott már úgy nézett ki, hogy olyan formában, mint hogyha tudna outfielden is játszani. Na. És igazából miért ne tudna? Tehát világéletében outfielder volt, csak nálunk kezdték el DH-nek használni, hogy ne sérüljön meg annyit, de hát így is megsérül minden évben, szóval. Fantasztikusan bejött. Igen, és akkor ott voltak kommentek, hogy na hát akkor tök jó lenne néha Stantont kirakni outfieldre, de hát nem volt olyan rossz outfielder, de védekezésben sem, úgyhogy ezt így nem nagyon értem, de hát ez van. Viszont ami egy kicsit talán érdekesebb számunkra, az az, hogy az MLB.com-on a héten megjelent megint egy kerekasztal beszélgetés újságírók között, és éppen az American League East, a saját divíziónk erőviszonyait elemezték. Itt Ellison Futter volt a moderátor, a Yankees részéről Brian Hoch volt az egyik résztvevő, a Blue Jays részéről Keegan Mathison, a Rays részéről Adam Berry, és még Mark Finsand, egy független elemzőként vett részt ebben a beszélgetésben. És hát elemezték, hogy csapatrészenként melyik csapatnál a legjobb, a legerősebb az alakulat, illetve hogy kinyeri majd meg a divíziót. És hát számomra egyébként néhol kicsit meglepő volt, hogy mennyire egyetértésben vannak. Szinte majdnem mindenben. Például mindegyikük szerint a Yankees rendelkezik a legjobb rotációval. A második a Rays, harmadik a Blue Jays. És a miénk a legjobb ütősor is, itt a Blue Jays a második, a Rays a harmadik. Bullpen kérdésében viszont a Rays részéről Adam Berry, hát úgymond hazabeszélt, de nála a Rays cseredobósora megelőzi a miénket. Én ebben látok egyébként rációt, igazságot talán. Viszont egy egész istálló, akik tudnak 98-al megszerzzel dobálni, azt mondom. Igen. Ezt a beszélgetés során kiemelték, hogy mindegyik csapatnál nagy kérdőjelek vannak a kezdőötösben. Hát ugye a mi kezdőötösünk alatt is rezeg a léc. Védekezésben mindenkinek másodikak vagyunk a rész mögött, ám ami számomra egy kicsit meglepő volt, hogy mindegyik újságíró a Yankees-t tippelte az AL East délére. És meglepetés még az is, hogy csak egy ember szavazta meg másodiknak a Jays-t. Többiek, mint a Rays-ben bíznak. Ami a Blue Jays erősítéseit látva szerintem meglepő. És ti mit mondtok, hogy így ilyen bold prediction, hogy fog kinézni az AL East alapszakasz végén, vagy még korai ezzel foglalkozni? Szerintem Mike, te tippelj, mert neked jók a tippjeid. Igen, erre még később visszatérünk. Jó kérdés. Tényleg jó. Részes közöttünk szerintem. Dől el majd. Nem merek belemenni. Ezt nem akarom eljinxelni, vagy nem tudom elbízni magamat, hogy ott leszünk a top 1-be. Top 2-be szerintem ott leszünk. És első-második helyen valamelyik. Kizárásos alap. És ki lesz a rész meg ilyen kíz? Azt mondod, tehát, hogy mi ketten között fog majd valahogy az első kettő? Igen. Mondjuk itt a listából, meg itt a szakik között nincsen Red Sox-os. Hát szerintem őket nem tartják annyira esélyesnek, azért nem vették bele ebbe a beszélgetést. Én úgy gondolom, meg az Orioles-tól se, ami mondjuk egy kicsit érdekes, de én ezt gondolom. Nekem a Red Sox-szal sok bajom van, alapvetően, de most az a bajom, hogy Alex Cora visszatért, és szerintem
Ne legyen igazam, de nagyon gatyába fogja őket rázni. És emiatt félek bármit is mondani. Biztos majd videóznak sokat. Lekukáznak. Ja, az máshol van. Béte? Valamilyen idő előtti predikció? Hát látnom kéne Klubert meg Tyont, hogy hogy állnak, de azt mondom, hogy a rájátszás meg lesz. Szerintem szoros lesz a Rays Blue Jays meg köztünk a versenyfutás. Talán behúzzuk, majd ezt talán nyáron könnyebb lesz tippelni, de azt mondom, behúzzuk. Milyen kis gonoszak vagyunk, hogy az ószt azt szóba se hozzuk. Innen is üdvözletem Robinak. Megdolgoztak érte. Ők is Én szeretnék hazabeszélni, de egyelőre még, amit Bé is mond, hogy annyira kérdéses számomra ez a rotáció, hogy nem merem magunkat elsőre rakni. Pedig szívem szerint azt tenném, de én azt mondom, hogy Rays nyeri a csoportot, mi pedig hatalmas volt, vagy hatalmas harcban talán megelőzzük egy kicsit a Blue Jays-t a végén. A negyedik helyre Orioles, ötödik helyre meg aki maradt. Bár igazából, hogyha a Bostonnak a fiatal magja elkezd úgy játszani, ahogy tud, akkor ők simán beelőzhetik az Orioles-t, de szerintem 162 meccsen keresztül nem fogják bírni az AL East ajszáját. No, nekem nagyon az a gyanúm, hogy Alex Cora visszatérése, ez egy kicsit meg fogja bolygatni a dolgokat, ne legyen igazam. Kapja be. És akkor lássunk egy kis szintén ilyen előzetes rangsorolást. A liga hivatalos csatornája az MLB Network a héten pozíciónkénti top 10-es listát hozott ki, amelyben természetesen több ilyen kézjátékos is szerepelt. Itt mi legyen mindegyik pozíciót, az első hármat, azt felsoroljuk, vagy pedig csak azokkal foglalkozunk, amelyikben van ilyen kízes? Szerintem mindhármat, mindegyiknél az első hármat szerintem nyugodtan, igen. Jó, a catcherök között a JT Realmuto lett az első, Yasmani Grandal a második, és Will Smith, aki a színészetet feladva baseballozni kezdett. Pont ezt akartam mondani, hogy két Bad Boys rész között beugrott gyors. Igen, sajnos catcherökből nem áll jól a liga, úgyhogy... Színész is. És itt a... Ugye, olyan jó színész, hogy el tudja játszani a catchert is. Igen. És itt ugye Gary Sanchez nem fért be a top 10-be. Nagyon-nagyon drukkolok neki, hogy azért itt rácáfoljon majd erre. És igaz fióka. És bizonyítson. Mondjuk azon nem csodálkozom, hogy ő nem fér be a top 10-be, de neki is legyen Gary. Jó szezonja. Csak 10. Csak a top 10-et mondták. Yeah. És abban nem szerepelt. Az egyes védők között viszont már volt Jenki. Harmadik helyre tették ugyanis Luke Voigtot, Paul Goldschmidt és az első Freddie Freeman mögé. Voigtnak remélhetőleg megint el fog sülni jó párszor az ütő. Azért egyes védőkben jól áll most nagyon a liga. Van sok jó. Most megint egy kicsit ilyen régi idők egybéi, amikor tényleg ez a home run vágó poszt volt részben a first base. B-ből csak egy van. Mi? Nekem meglepettés egyébként Voigt harmadik helye, mert ugye José Abreu lett az MVP az American League-ben, és Voigt megelőzte ugye a White Sox játékosát, de köszönjük szépen. Véletlenek nincsenek. És az egyetlen első helyünk az kettes bázison. Na vajon ki? A gép. The Machine, DJ LeMahieu lett a legjobb kettes védő az MLB Network szerint, megelőzve Jeff McNeilt és Ketel Martét. Top 10-be bekerült meg Gio Urshela, aki a hármas védők között a 9. helyre volt jó, a szakértők szerint. Itt a legjobb az Anthony Rendon lett, Alex Bregman lett a második, és Nolan Arenado pedig a harmadik. Arenado. Shortstopon viszont Gleyber Torres nem került be, ezen egy picit csodálkozom, de a shortstop pozíció is nagyon-nagyon megy most a ligában. Az első kettőt mondjuk akkor már rögtön mindenkinek beugrik, hogy miről beszélünk szerintem, igen, hát itt a harmadik is. Trevor Story lett az első, Fernando Tatis Jr. a második, és Xander Bogarts pedig a harmadik.
Bal szélsők között Christian Jelic, Michael Brantley és Mark Kanya. Kanya? Kanha? Hogy ejti ő? Fogalmam sincs. Kína. Azt hiszem. Kína. Lett a harmadik. Azt sem tudom, hogy játszik egyébként. Nagyon felkészült. Ez is ismeresen a listára. Látszik, hogy Oakland Athletics. Oakland, és hát akkor csak... És bekerült a top 3, Jézusom. Ha már múlt héten lehoztuk a várost is, meg a stadiont is, itt, egy jó dolog lesz voluk. Csapat sem ússza meg. De ez nyilván az én tudatlanságomat tükrözi, nem az Oakland rosszaságát. Igen, tehát Mike Kena lett a harmadik, és Clint Frazier befért még a 9. helyre. Tehát ez őt... neked nem meglepő? Nem, mert hát tavaly is azért ugye ő hát ütésben mindig jó, és tavaly védekezésben is ugye Gold Glove jelölést kapott. Szóval azzal azért tett ennek az ügyében szerintem, hogy őt magasabban rangsorolják saját pozíciójában. A Gold Glove engem jobban meglepett tavaly évvégén. Igen. Viszont most, hogy itt berakták a top 10-be, eddig is nagy elvárásaim voltak Linttel kapcsolatban, de nagyon bizakodó vagyok, hogy ő nagyon jó kis szezont fog lerakni most 2021-ben. Úgy legyen. Vörös vezér. Centerfieldben Hicks ugye nem kapott helyet a top 10-ben. Mike Trout természetesen az első helyen, Cody Bellinger a második, és George Springer pedig a harmadik lett az MLB Network szerint. Aaron Judge épp, hogy lecsúszott a dobogóról a jobb szélen. Ott ugye hát Mookie Betts lett az első, ezzel sem nagyon lehet vitatkozni. Juan Soto a második, és Ronald Acuña Jr. pedig a harmadik. Erős kis lista egyébként eddig, de hogy összességében. Igen. Ki gondolta volna, hogy egy MLB top 10-es lista erős? Jó, ne menjünk ebbe bele. Kezdődobóknál... Ezen, nem figyelek rád, és hogy mindezett, hogy mégis. Kezdődobóknál Jacob DeGrom lett a liga legjobbja a top 10-ben. Garrett Cole lett a második, és Max Scherzer pedig a harmadik. A cseredobók közül pedig Liam Hendricks lett az első, Drew Pomeranz a második, és Devin Williams a harmadik. Aroldis Chapman a hetedik helyre fért be ebben a listában. Tehát ők azok, akik reprezentálják az MLB Network szerint a Yankees-t a pozíciókéti top 10-ben. Luke Voit, DJ LeMay, Yu-Gi-Oh! Urshela, Clint Frazier, Aaron Judge, Gerrit Cole és Aroldis Chapman. Nálatok kik lennének a top 1-ek egyébként? Na? Hasonló. Sanchez, Voit, LeMay, Urshela. Ha nem beszéltek haza, és hogyha megpróbáltam, elfogultak lenni. Hát nagyon nem tudok belekötni. Bocsánat, hogy közben vagy, csak én kihagynám ezt a kérdést, mert nem követem annyira a ligát, hogy max a neve, nagy neveket ismerem, de... Én nem kötnék be, annyit talán én Arenádot raknám hármason az első helyre, de csak azért, mert nagyon szeretem a játékot, így nagyon nem kötök bele ebbe a listába, mert hát kinek ki tetszik, de amúgy meg nehéz azt mondani, hogy akik az első helyen állnak, azok nem érdemlik meg. Ja, érdekes, egyébként én is azt mondtam volna a Renádot többek között. Hát nem többek között, mert talán még DeGrom, de mondjuk ő is megérdemli, csak nem tudom. Ez nekem inkább szimpátia, gondolom. Hogy miért van ott az első, vagy miért nincs. Na mindegy, lépjünk tovább. Kisligás szerz. Nem egy Betsz dobó, hát mi történt? Hogy lehet ez? Lépjünk tovább. Kisligás szerződést adtunk ugyanis a cseredobó Kyle Barachlunak. Csak kimondtam, és meghívtuk a tavaszi edzőtáborba is. 2015-17 között volt a csúcson, a Miami Marlinsban. Ekkor 2.87-es IRA-je volt, de ezt követően egyre csak romlott a teljesítmény. 20-20-ban nem is lépett pályára egyébként az MLB-ben. Meglátjuk, mit lehet belőle kihozni. Egy ilyen cserének a cseréjének a cseréjét embert látok benne most első blikre. Hát. Scranton Shuttle. Igen. Amit emlegetni szoktak, bár ő szerintem, ha fölhívjuk, kivágjuk, akkor nem lehet AAA-be küldeni, de valószínűleg egy párszor azért be fogjuk vetni, amikor majd kell egy friss kar.
Hát igen, itt ugye ez annak lesz a függvénye valószínűleg, hogy mennyire lesznek leterhelve a bullpen dobók, mennyire lesz sűrű majd a bullpen használat a meccseken, illetve hát nyilván nem mehetünk el a sérülések mellett is. Emlékszem rá egyébként, amikor a Miami-ban játszott, akkor nagyon jó kis setup men volt. Aztán hát cseredoboknál előfordul, hogy földbe áll a karrierje. Hát, hogyha valami mechanikai változtatásra vissza tudják hozni a régi énjét. Igen, hát ugye Mariano Rivera ezért is volt különleges, mert ő fantasztikusan jó teljesítményt tudott hozni 20 éven keresztül a ligában, ami azért nem mindegy. Na de jöjjön a lényeg! Yeah. Idén utoljára? Hát, valószínűleg. Télen utoljára? Kicsit ja, sajnálom. Hallani akarom azt a mondatot. Hallani akarom? Beszállás! Take a to Jamaica where the rum come from. The rum come from. The rum come from. Take a to Jamaica where the rum come from. And you will have some fun. Akkor folytassuk a karibi szériával. Most már a kedvenc kis rovatommá vált itt ebben a heti podcastben. Ugye az előző héten ott fejeztük be, hogy elindulna a karibi széria, minden országban megvan a bajnok. És én azt mondtam, hogy Luis Medinának, aki Puerto Rico-ban játszott, befejeződött a téli szezon, de ez nem így volt. Ugyanis Medina ott volt a Puerto Rico-t képviselő Criollos de Caguas csapatában. Az országos bajnokságok vége után a csapatoknak volt lehetősége változtatni a kereteken, és sokan váltottak, és választottak más csapatokból játékosokat. Ez azért is lehetséges, mert így a hazájukat tudják képviselni egyes játékosok. Például Robi Cano is átpártolt az Aguilasba, ugye ahogy említettem, Luis Medina is a Criollosba ment a Mayagüezből, és az első játéknapon rögtön kezdett is. A Criollos az Aguilas ellen játszott, de nem sikerült túl jól Medinának a startja, simán 5-1-re nyert az Aguilas, és Medina nyelte be mind az 5 ránt, és 3,2-harmad inning alatt. Mindössze 3 strikeoutot osztott ki, és 2 sétát is feladott. Hát itt igazából a sasoknak, az Aguilasnak az ütősora tele van jelenlegi, vagy volt MLB játékossal. Cano mellett ott van Juan Lagares, aki régen a Metsben játszott, ő homerunt ütött Medináról, és mind az 5 pontot ő hozta be az Aguilasnak. Junior Lake, Johan Camargo, Jonathan Villa, Melky Cabrera is ott van a line-upban, úgyhogy nem olyan rossz ez az Aguilas ütősora, és hát látni is fogjuk majd egy pár perc múlva, hogy miért is. A játéknap többi meccsén nyert a Federales a Caribes ellen, a Tomateros pedig 10-2-re verte a Caimanest, úgyhogy Mike és DS, a ti csapatotok nyert, az enyém a Caimanes egy vereséggel. Tehát a hegylakó óta tudjuk, hogy csak egy maradhat. Igen. Na, az Aguilas a második játéknapon is nyert, pont a Tomateros ellen, csak a Caimanes megint nagy ruhát kapott, 9-5-re kaptak ki. Úgyhogy a harmadik játéknapon nagyot kellett volna gurítani a kis csapatomnak, hogy legyen esélyem arra a kajára, amiről beszéltünk a múlt héten. De kikaptak a venezuelai Caribes-től 1-0-ra, és megnéztem, úgy kaptak ki, hogy összesen egy ütése volt a Caribes-nek. Egy séta után vágtak egy duplát, és ezzel nyert a venezuelai gárda. Köszönöm szépen! Az Aguilas 11-6-ra nyert a Federales ellen, úgyhogy 3-0-val gyakorlatilag az elődöntőbe jutást bebiztosították. A Tomateros viszont bajba került, mert kikaptak a Criollostól. De aztán jött a feltámadás. De aztán jött a feltámadás, a negyedik játéknapon nyert a Tomateros, nyert az Aguilas is. A Caimanes már tényleg az utolsó szalmaszába kapaszkodhatott csak, de kikaptak 2-1-re a Criollostól egy basis loaded sétával. Szánalmas, már bocs. Hát ez még nem is a legviccesebb vereségük volt, úgyhogy nagyon jól választottam csapaton. Egy kicsit eszembe jutott ilyen magyar foci edzőként, hogy nem volt szerencsénk,
meg a fű nem úgy pattant, a labda a füvön, meg hasonló fiatal csapat még mentálisan nincsen kész erre a tornára. És az ötödik játéknapon az Aguilas ellen játszott a Caimanes. Hát természetesen kikaptak, de csak 3-2-re, úgyhogy nagyon jól tartották magukat. A 9. alján 2 outnál balk történt, egy érvénytelen mozdulatot csinált a dobó, ezzel jutott az Aguilas futói 3-as és 2-es bázisra, és aztán egy walk-off szimplával nyert az Aguilas. Úgyhogy a Caimanes bullpenje az rettentő jó szériát produkált ezen a karibi szérián. Tehát ez azt jelentett, hogy a Caimanes 5-ből 5 vereséget gyűjtött, az Aguilas 5-ből 5 győzelmet. Tovább jutott még a Criollos, és a Tomaterosnak kaparnia kellett a Caribes ellen, hogy bejussanak az elődöntőbe. Hát végül extra inningekben nyertek 4-3-ra, tehát a 9. alján ők is egy kis Benny Hill show-t csináltak, ugyanis egy lead-off tripla után a következő ütőt direkt sétáltatták, aztán megcsinált egy autót a Caribes a 3-as bázisról, hát odaütötték a labdát, onnan kidobták az egyesen a futót, aztán volt még egy direkt séta, úgyhogy telerakták a bázisokat, és 2 strikeouttal nem tudta megnyerni a Tomateros a 9. alján. Úgyhogy DS, ha láttad volna a meccset, biztos tépted volna a hajadat. Hát azért azt nem tartom valószínűnek, de... nincs hajad már? Részben igen. De a Tomaterosnak amúgy is meg lett volna a playoff, nem? Vagyis hát az elődöntő talán. Hát vagy ezen múlt. A Caribes nyer, akkor ugyanannyi lett volna. Ja, és akkor az egymás elleni az lehet. Aha. Igen, úgyhogy a te csapatod, illetve Mike csapata bejutott az elődöntőbe, és lehetett volna Aguilas és Tomateros döntő. Nagyon kevésen múlt. Igen, igen. Hát az Aguilas az nyert is 4-3-ra a Federales ellen, de a 9. tetején még 3-2-re vezetett a Federales. Aztán az inning alján 2 pontot szereztek a sasok, és beütötték magukat a döntőbe. És a másik elődöntőn meg Tomateros Criollos mérkőzés volt, az is nagyon izgalmas és szoros volt. És Luis Medina kezdett a Criollosnál. 2-1-es győzelemre vezette a csapatát, és 5 inning alatt mindössze 2 bázisütést adott föl. Az egyik, ezt a pontot a Tomateros róla hozta be, de egy séta és 4 strikeout került még Medina neve mellé, és beúszta a győzelmet is. Úgyhogy az Aguilas elleni gyengébb start után gyakorlatilag a hátán becipelt a csapatát a döntőbe. És hát itt az volt a kérdés, hogy fizetek-e Mike-nak vacsorát, vagy sem. Arriba! És végül eldőlt, hogy fizetek. Hát pont nem fogok ráérni, de fizetek. Ugyanis az Aguilas végül 4-1-re nyert a döntőben tegnap, úgyhogy veretlenül lett bajnok, mind a 7 meccsét megnyerték a sasok, és ezzel a 6. alkalommal hódították el a karibi trófeát, vagy hát a karibi szériát, úgyhogy Mike, hát nem is mondtad, hogy ennyire szakértője vagy a karibi baseballnak. Ez meg simogatja a kis lelkemet most. Hát orosznak kellett volna ott lenni akkor is, basszus. Jó van, sírd ki magad, én meg megyek kajálni közben egyet. Hát akkor dominikai uralomban, mert tavaly a Torosz húzta be a karibi szériát, idén az Aguilas. Ja, majd, hogyha a kubai csapatok visszatérnek, vagy újból játszanak, akkor megváltozik ez. Akkor már nem fogok fogadni, a csúcson kell abba hagyni. Úgy érzem, hogy elértem az zenitemet. Ezzel búcsút intünk a karibi világnak, vége a téli szezonnak. Medina nagy dicséretet érdemel, remélem, hogy látjuk az MLB-ben is, ha már ennyit beszéltünk róla. Így van. És hát kitett magáért jelenleg itt az egész tél alatt. Hát és akkor neki van gyakorlatilag egy hete pihenni, és irány a spring training. Igen, nem sokára kezdünk. Ide jó lesz? Várom nagyon. És ha már spring training, akkor lépjünk át pár határt, szigorúan legálisan, és térjünk vissza az MLB heti híreihez. Igen, is elég sok minden történt a héten.
úgyhogy van miről beszélni. A Tigers újraigazolt a Shoupot, egy éves szerződés állítólag 4,5 millió dollárért, hogy legyen hely Shoupnak a keretben. Kitették Travis Demeritet. Aztán Ozuna visszatér a Braveshez, 4 év 64 millió dollárért, plusz egy csapat opció az 5. évre 16 millióért, 1 milliós kivásárlási díjért. Úgyhogy mozgolódtak a csapatok, de volt még egy Arizona Diamondbacks is, akik megegyeztek a cseredobó Joachim Soriával, egy éve szerződésről 3 évre és 500 000 dolláros összegről sikerült megegyezni Soriával. Plusz még feltételekhez kötött 500 000 dollár is szerepel a kontraktusában, úgyhogy nem unatkoztunk az MLB-ben, hiszen volt még bőven. Igen, a Rangers és az Athletics összehozott egy nagy trédet. Hát a főszereplői ennek Elvis Andrus és Chris Davis voltak, akik csapatot cserélnek. Andrus mellett még egyébként Aramis Garcia fog Oaklandbe költözni, valamint küldenek még KP-t. És Rangers megkapja Davis mellett Jonah Heimet és Dane Eckert. Ezen kívül Los Angeles Angels behúzta St. Louisból külső védő Dexter Fowlert, vagy egy később megnevezendő játékosért, vagy pedig készpénzért cserébe. A Brewers pedig 2 év 18 millió dollárért leigazolt a Colton Wongot, valamint Wong kapott egy csapatopciót 2023-ra még. Erre kíváncsi vagyok, mert Wong ugye St. Louisba húzott le jó pár évet, úgyhogy divízió riválisnál. Ezek mindig jók szoktak lenni. Na de még volt egy jó pár hír, hát az Angels aktív volt, próbálta kozmetikázni a keretet, és Baltimore Orioles-szal ütöttek nyélbe egy cserét. A kezdődobó Alex Cobb ment Los Angelesbe, és a Baltimore cserébe megkapta a kettes védő Jamai Jones-t, aki valószínűleg sok borsot fog törni az orrunkon, hát reméljük nem, de ez ilyen random nevek általában nekünk rosszul is ülnek el. És ami biztosan nekünk rosszat jelent, az az, hogy a Twins leigazolta újra, illetve megtartotta egy év 13 millió dollárért Nelson Cruz-t. Úgyhogy a boomstick, hát a boomstick biztos beüti a Twins-t megint a rájátszásba, ott már nekünk jó, de azért... egy ideális világban minden évben a Twins ellen játszunk a playoffban. Hát nekem jutott a legviccesebb sztori is, mert ugye a Rays maximumra pörgette az irónia kereket, és visszaszerezte a Pirates-ból Chris Archer-t. Egy év 6,5 millió dollárt fog keresni Archer. Kész voltam. Hát ez a Pirates-nak nem volt. Pittsburghben mit csinálnak az emberek? Tehát totál újjáépítés. Majd szerintem ma kiderül, hogy mit isznak egyébként. Későbbiek során a stadionoknál. És hát a hét híre, az szerencsére, vagy tök mindegy, hozzám került. Hát a liga egyik legnagyobb trollja, hogy így fogalmazzak, végre csapatot talált magának. Igen, igen, nem másról van szó, mint Trevor Bauerről. A regnáló bajnok Los Angeles Dodgers adott neki szerződést, ami összesen 3 évről 102 millió dollárról szól. Ugyanakkor Bauer ki tud lépni 21 és 22 után a szerződéséből. Úgyhogy hát megkapta a nagy pénzt. Kíváncsi vagyunk, hogy... Ki fogja tölteni a 3 évet? Szerintem egy év után már hisztizni fog valami. Bennem is erősen benne van, hogy egy év után azt mondja, hogy köszi, ez így jó volt. Gyors, kikapnak ellenünk még a World Series-be egyet, aztán utána bemondja a hisztit. Hát ha valamennyire helyreáll a gazdaság, meg ez a vírus helyzet, akkor szerintem biztos, hogy kilép a szerződéséből, és rámegy egy hosszabb távúra. Ja. Meg hát, ha jól sikerül a szezonja. Na igen. Tényleg, ezek után én amilyen műsorokat itt lenyomat, én kíváncsi leszek, milyen szezonja lesz. De ugye ezt nem nagyon értem, még LeBron Jamesnél sem nagyon értettem, még mikor Miami-ba igazolt, hogy ilyen nagy bejelentés. Bauer is YouTube-on jelentette be, hát olyan nagy plusz nem ad nekem, hogy a saját YouTube csatornája vagy valamelyik újságíró jelenti be, hogy hova igazol. Úgyis hát a 3 másodpercre rá Twitteren kint van, hogy... Bocs.
Ja nem, csak annyi, hogy most Brouwer felteszi a YouTube-ra a videót, addigra elterik egy másodperc, és már Twitteren kiírja valamik újságíró szóval. A James az ráadásul valami külön műsort is csinált, nem? Valami egy órás műsor időt vett valahol, és akkor izét The Decision ott jelentette be. Fú, hát ez kurvára szánalmas volt. Addig se volt túl szimpatikus, de azzal aztán fú. Azt olvastátok, hogy a USA Today-tól, vagy nem is tudom, hol újságíró Bob Nightingale, ő kiírt a Twitterre, hogy a Mets megegyezett Bauerrel, hogy ez már tuti. Hát nyilván Bauer betrolkodta őt is. Szó Metzi. Ez olyan, mint a Brantley a Blue Jays-hez pár héttel ezelőtt. Metz is kirakhat egy bannert majd, hogy Trevor Bauert összehozták velünk. Majdnem megvolt. Két órán át. Almost there. Azt olvastam, hogy a Metz egyébként jobb ajánlatot adott Trevor Bauernek, de olvastam egyet, hogy az 105 millió dollár volt, szóval. Megerőltették magukat. Igen. Úgy kb. Ugyanezek a feltételek, 3 év, kiléphet 2021 meg 22 után is, csak 102 helyett 105 millió dollár. De Bauernek hogy mersz ilyen szerződést adni, hogy megadod a lehetőségét, hogy kilépjen? Hát itt az a... Hát igazából szerintem ez rajta, tehát ezt miatta rakták bele, gondolom, ő volt az, aki ezt kiharcolta. Mert ugye ő alapból is híresztelt ilyet még a free agent piac elején, hogy ő egy éves szerződést akar. Aztán lehet, hogy ezt csak így tudta elérni. De egyébként az lett volna tipikus, hogyha Messz leigazolja ugyanígy, egy év alatt lesérül, vagy első évben lesérül, és évvégén azt mondja, hogy köszi, akkor én mennék máshol, sziasztok. Az olyan meccses lett volna. De egyébként a Dodgersnek sem olyan rossz, hát ha jól tudom, akkor például Kershaw is szabad ügynök lesz 2021 után, és persze már idősebb, de szerintem meg akarják tartani, és nyilván neki is némi lóvét össze kell kaparni, akkor lehet, hogy inkább Kershaw-t tartják meg. A pró pénzt összeszedik a pénztár aljából, azt mondod? Igen. Még hát majd Buehlert is fizetni kell, meg Bellingeréket is, úgyhogy... Igazából a flexibilis. Valós poharat is ki kell borítani akkor. Ja, hát kemény lesz a Dodgersnek a rotációja egyébként. Kíváncsi leszek, hogy sikerül az ismétlés nekik, vagy kikapnak. Majd a World Series-be megcsapkodjuk őket. Addig szárnyalhatnak, a World Series-be kell egy nagyon nagy leolvadás, aztán kész, az meg is lesz. Úgy legyen. Ahhoz képest, hogy a csoportnak a végeredményét még ott szerényen nem akartad megtippelni, most ilyen nagyon bátran mondod. Ja nem, abban biztos voltam, hogy playoffba jutunk. Abban biztos voltam, hogy playoffba jutunk. Megelőzelegezem a World Series-t is. Nézzük a heti témánk folytatását, ugye múlt héten stadionokról volt szó, illetve már hetekkel ezelőtt is, csak eleinte a Yankee Stadiumról, illetve az ő elődjeiről, az előző héten pedig a nyugati divíziók csapatainak a stadionjairól, most pedig ugrunk középre, az American League és a National League Central csoportjainak a stadionjait fogjuk majd kicsit kivesézni. A héten B talált egy jó cikket az interneten, amely az MLB csapatok stadionjaival foglalkozott. A szerzőt a baseball stadionok eltérő méretei ihlették meg, ugyanis ugye az NFL-ben például 100 yard hosszú egy pálya mindenhol egységesen, 100 méteres síkfutás az mindenhol 100 méter, nem pakolnak bele kanyart, nem raknak rá még extra 10 métert, csak azért, mert éppen mondjuk Berlinben futják le. Az MLB-ben azonban ugye eltérőek az outfieldek méretei, vagy pedig a kerítés magasságok, és ez kutatásra ösztökélte a szerző Tal Barakot, aki 4 csoportra osztotta fel a pályákat, és a különbségek legfőbb okaként az építésük eltérő időpontját jelölte meg. Az első csoportba sorolta a régi stadionokat, az úgynevezett ékszerdobozokat, mint például a régi Yankee Stadium, Fenway Park vagy a Wrigley Field.
A második csoportba kerültek a steril külvárosi stadionok a második világháborút követő időszakból. Ezeket a legtöbb csapat már új otthonra cserélte, akár csak az NFL-es bérlőtársaik, de maradtak még használatban ebből a korszakból több sportnak otthont adó, például a Ring Central Coliseum Oaklandben, vagy illetve csak baseballnak otthont adó Kauffman Stadium, vagy pedig a Dodger Stadium. Harmadik csoport volt a retro klasszikus és retro modern stadionok többnyire belvárosokban. Ezek 1992 és 2012 között épültek, mint például a Camden Yards, Comerica Park, T-Mobile Park vagy a Yankee Stadium legújabb verziója. A különbség itt a felhasznált anyagokban van leginkább, ugye a klasszikus tégla acél helyett a modern homokkő és a dizájnelemek, illetve a modern hatású acél az, ami lecserélte ezt. És a negyedik csoportba pedig a modern kortárs stadionok, itt például a Marlins Parkot lehet kiemelni. Mai adásunkban sok stadion a harmadik csoportba fog tartozni. Kezdjük is az egyik leghíresebbel, ami éppen az első csoport, egy igazi ékszerdoboz, méghozzá a Chicago Cubs otthona, a Wrigley Field. Így van, és hát én szentségtörést fogok most végrehajtani. Ugyanis be kell vallanom, hogy ez a kedvenc stadionom ligában. A második csak a Yankee Stadium, tehát ezt itt tudjátok. A liga második legidősebb stadionjáról van szó, az ikonikus Chicago északi részén található, 1914-ben megnyitott Wrigley Field. Lokációja a csapat egyik beceneve is, a The North Siders, azaz északiak. Bár 1914-ben nyitott meg maga a stadion, a Cavs csak 1916-ban költözött be, előtte az egyik kalózligában, a Federal League-ben vitézkedő Chicago Wales otthona volt ez a stadion. Ám mind a Federal League, mind pedig a Wales megszűnt 1915-ben. A nevét természetesen a chicagói székhelyű Wrigley's rágógumi gyártóról kapta 1927-ben. Előtte Wigman Parknak és Cubs Parknak hívták. Stadionról több minden is eszébe juthat az embernek. Ez a pálya kapott utoljára esti világítást méghozzá 1988-ban, pedig az akkori tulaj már 1942-ben tervezett lámpatesteket felállítani, de a japánok lebombázták Pearl Harbort, Philip K. Wrigley pedig felajánlotta a fémeket, illetve az eszközöket a hadseregnek. Konkrétan egy lakóövezet kellős közepén épült meg ez a pálya. Többek között a Wrigley család sokáig ezért sem akart világítást telepíteni, nem akarták felzaklatni a környékbeli lakókat. De egy időben egy városi rendelet is tiltotta az esti rendezvények tartását a Wrigley-ben. Mai napig egyébként korlátozva van az esti hazai meccsek száma, 81-ből maximum 35-öt játszhat világítással a csapat, ebből pár estét átengednek koncerteknek, szóval a száma általában 30 alatt marad. Plusz, ha valamelyik országos tévéadó a szombat, vasárnap esti műsorban Cubst közvetít, akkor megengedett a villanyfényes mérkőzés. Egyébként a péntek szombat esti meccsek tiltva voltak egészen 2020-ig, tehát a tavalyi évig, amikor is egy évre a koronavírus miatt ezt a tiltást feloldották. Meglátjuk, hogy ez mennyiben fog változni majd, hogyha elkezdődik a szezon, lehet, hogy tovább tartják majd a feloldást. A péntek szombati tiltás egyébként a környékbeli étterem tulajdonosok nyomására lett bevezetve, akik féltették üzletüket attól, hogy a hétvégi esti baseball meccs elszipkázza a betérő vendégeket. Hát én azt gondolom, hogy ez már egy kicsit túlnőtte, mármint, hogy az élet túlnőtte már ezt a szabályt. Hozzáellenkezője lehetne a jellemző valószínűleg, hogy a stadionból kimenő félrészegek inkább bemennek még kajálni egyet. Hányszor szívtam meg péntekenként, hogy a Cubs itteni idő szerint este 8-kor kezd, ugye az ott délután 2-4 óra, és nem állítottam line-upot. Jó kis fantasy hasonló. Igen. És hát jöjjön egy-két érdekes infoadat. Még mindig kézzel forgatott eredményjelzővel rendelkezik a pálya és a stadion. Tartják a hagyományokat, és hűek ahhoz, hogy ők rendelkeznek a második legidősebb stadionnal. Plusz ezzel még egy embernek munkát adnak, így van, hogy forgassa. Így van. Gondolnak a munkanélküliség elkerülésére is. És hát a közelben van a Michigan tó, amit nem kell azt hiszem bemutatni, egyedi, máshol nem igazán tapasztalható, széláramlatokat szállít
a Michigan Tower stadionba. Április május során befelé fúj az északkeleti szél, amely hazafutásokból flyoutokat csinál, míg máskor a déli, délnyugati légmozgás inkább kifelé viszi a labdákat. De van úgy, hogy az oldalszél alakul ki, olyankor kiszámíthatatlan, mikor merre mennek a labdák. Ennek köszönhető... Fantasztikus lehet outfieldernek lenni egyébként. Igen. Izgalmas minden meccs a Wrigley-n. Ennek köszönhetően a Wrigley a dobók legjobb barátja, de leggyűlöltebb ellensége is lehet. Egy jó példa erre, 1969-ben Ken Holtzman dobott itt egy no-hittert, ám ez annak is volt köszönhető, hogy a szél megfogta Hank Aaron tuti hazafutásnak tűnő ütését, amit a Cubs védője Billy Williams így felugorva pont el tudott kapni a kerítésnél. Hank Aaronnak a plusz egy homárját azt megprenkelték. Máskor a szél igazi gigantikus hazafutásokat eredményez, így Sammy Sosa és Dave Kong Kingman is törte be az utca túloldalán lévő házak egyikének ablakát. Ez is milyen érdekes, hogy milyen jó. A szomszédos házak tetején a Wrigley rooftopson található lelátókról egyébként jól látható a mérkőzés. Ám a legismertebb és a legfontosabb ismertetője ennek a stadionnak nem más, mint az outfieldi tégla és sövénnyel borított kerítése. Jellegzetes, biztos mindenki látta már, ha más nem filmekben vagy interneten, biztos szembe jött már sokakkal, hogy sövény borítja az outfield környékét és a kerítését. Persze a stadion már többször felújították, átépítették, így az eredeti pályára már nem annyira hasonlít, de a felújításoknak is komoly keretet szab a rendelkezésre álló terület, így például a 2005-ös bleacher szekció felújítása óta a kibővített ülőrész vége a pálya mellett található járda fölé magasodik, máshogy egyszerűen nem fér be az 1900 darab plusz szék. Kicsit beszéljünk a sövényről is, mert önmagában az is érdekes. Az outfield tégla falát sövény borítja, talán erről ismerhető fel leginkább ez a pálya. A sövény az úgynevezett három karéjú vadszőlő, vagy japán vadszőlő, angolul Boston Ivy-nak, vagy Japanese Ivy-nak is nevezik. Latin neve pedig az, hogy utállak B. Partneocissus trisubstidata, és azt most tudja, rosszul mondtam ki. Tricuspidata, az, igen. Érdekesség, hogy a szezon kezdetekkor, nehéz szó, még nem zölde, csak az indák láthatóak, hiszen a három karéjú vadszőlő lombhullató növény. A szezon során azonban szépen kivirágzik, teljes zöld színben pompázik, majd egy esetleges hosszú Cubs rájátszás menetelés közben ősszel elsárgul. Ne haragudj, milyen Tricuspidata volt, mondd még egyszer. Tudom, hogy Degeszről jöttél, de most hagyjál még. Mivel egy azt hiszem, hogy ilyen sem nagyon van máshol, hogy mint hogy a foci stadionba elkezdenének játszani, még nem lenne fű, aztán a szezon végére meg elbarnul, meg elsárgul a fű. Jó, mondjuk a Cubs nem szokott annyira olyan mély rájátszás futásokat csinálni, hogy ez probléma legyen. Mivel a Wrigley kapcsán egészen egyedi konstrukcióról beszélünk, természetesen ez az egyetlen olyan MLB stadion, amelynek nem párnázott az outfield kerítése, illetve fala. Igazán jó érzés lehet egyébként outfieldernek lenni, full gázon belerohanni a sövényes téglafalba és elkapni a labdát, bár azért a bostoni, hát kb. Csípőmagasságú kerítés sem egyébként egy leányállom. Amennyiben egyébként egy érdekes szabály, hogy amennyiben a labda beragad a sövénybe, ground rule duplának számít, ha az outfielder felteszi a kezeit. Ám ha a labda kigurul, vagy az outfielder benyúl és megpróbálja kiszedni, a labda él és a játék megy tovább. Úgyhogy az egyedi szabályok természetesen a Wrigley Fieldre is és a sajátosságaira is vonatkoznak. És hát korábban említettük, hogy a környező épületek tetején vannak az úgynevezett Wrigley rooftopsok, beszélgessünk kicsit erről is. A Waveland és a Sheffield utcákban található épületek tetejéről belátni a stadionba, az élelmes tulajdonosok pedig lelátókat helyeztek el a tetőkön. Ez persze kezdetben még nem így volt, akkoriban a nézők vitték a saját székeiket, vagy fapadokra ülhettek, de az 1980-as évektől kezdve a tulajdonosok elkezdtek üzletként tekinteni a lehetőségre. Lelátókat építettek, 1993-ban pedig az egyik házon még skyboxot is megnyitottak. Az milyen jó egyébként, hogyha ilyen házban élsz. Elég egyedi.
2003-ra aztán elmérgesedett a viszony a csapat vezetése és a tető lelátók tulajai között, mert a Cubs tulajdonosai úgy ítélték meg, hogy ezzel bevételtől esnek el, a tető lelátósok pedig mérgesek voltak, amiért a csapat nagy reklámtáblákat telepített a Wrigley lelátóira, hogy blokkolja a belátást a szomszédos épületekről. 2004-ben azonban megegyeztek, hogy a bruttó bevétel 16%-át minden évben átutalják a Cubs részére. A megállapodás már nem tart sokáig, ugyanis 2023-ban fog lejárni, úgyhogy ekkor majd meglátjuk, hogy mi sül ki a két film megbeszéléséből. Kérdéses, hogy mi lesz utána, ugyanis ennek az entitásnak, illetve hogy mi lesz a jövője ennek az entitásnak, hiszen a Cubs tulaj, Rikesz család ma már, mára már megvásárolt 11 tetőteraszt a 16-ból, szóval hát itt most már itt azt gondolom, hogy bevételek nem annyira nagy, nagyon befolyásolják a dolgot, hogy ezzel is kontroll alatt tartsa a pálya marketing folyosóit, azaz a lelátók végébe kihelyezhető reklámokról ellenállás nélkül dönthessenek. Visszasorgatják maguknak a bevétel 17%-át, teljesen jó. Sose lettünk még ilyet. Teljesen új dolog. Van számla róla, teljesen jó. Egyébként egyszer biztosan érdemes is poén innen nézni meccset, de a pénztárcánkat azért hát ki kell nyitni. Az április 1-én rendezendő Pirates elleni nyitó meccsre az egyik tetőteraszra már 112 dollárért lehet jegyet venni, de egyébként ilyen 70 és 160 dollár között mozognak a belépők a rooftopsra, de van, ahol 300 dollár feletti árat kérnek el, bár elvileg ebben benne van az étel és italfogyasztás is. Július 21-ére egyébként terveznek idei Guns N' Roses koncertet, most még 109 dollárért lehet találni tiketeket, úgyhogy érdemes lecsapni rá, kedves chicagói hallgatóink. Még az kérdés, hogy lehet-e menni meccsre. De tényleg, ha a rooftopsra veszel jegyet, mint lakó? Mondjuk azért a, nem tudom, 10-20-100 emberért csak nem tartják meg a Guns N' Roses koncertet, csak így elgondolkodtató, hogyha mint lakóként nézed, mondjuk az meg ingyen koncertet, akkor már meg is válaszoltam magamnak, nem mindegy. És hogyha mondjuk nem szereted a rockzenét, és aludnál, vagy nem tudom, éjszakás, vagy akkor mondjuk jó, de mondjuk a másnap reggel mész, és szól a Guns N' Roses a szomszédba, átkopogsz a Wrigley-re, hogy halkabban! halkabban nyomd a Paradise City-t. De mondjuk egyébként ez a világításos téma is, értem meg minden, de ugye a Wrigley már 1914 óta ott van, szóval aki oda költözött, az tudja, hogy itt baseball meccseket játszanak. Ha zavar, akkor költöz máshová talán. Még örülnék is neki, hogyha a konyhám ablakából láttam a kivilágított Wrigley-t szerintem. Meg van függöny, meg ledöny a világon. No de. Szerintem, hogyha az ember Chicagóban él, akkor az a legkisebb problémája, hogy egy baseball pálya van a szomszéd. Igen. No de lássuk a homránokat. Pontosabban azt, hogy hát eddig egyetlen egyszer ütöttek ki egészen a tektőkig hazafutást. És ezt nem más követel, mint Glen Allen Hill 2000-ben. Erről majd szerintem a videót belinkeljük, igen, vagy belinkeled. Mennyire meglepődhettek a tetőn, hogy itt egy labda, hé. Annak a labdának a sorsára azért kíváncsi lennék, hogy hova kérdezik. Az mennyit érhet, de tényleg. Az... Igen, igen. És hát K.S. Wolber 2015-ben csak az eredményjelző tetejére ütötte fel a labdát, amely azóta is ott pihen egyébként, de többen is vannak, akik a környező utcákig eljutottak egy-egy homránnal. Nekem és nem hát... homrán, már egy picit, bocs, csak hogy van egy hatalmas sztori erről, nem tudom, az nektek megvan-e még, vagy emlékeztek erre. Ez nem homrános sztori, de szintén outfieldes, hogy a Minnesota volt, aki Minnesota. Egy Interleague meccsen éppen a Wrigley-n vendégeskedett, és valamelyik ütőjük elütött egy hatalmas labdát jobb szélre, viszont a szél éppen, hogy visszafújta, és hát egy kicsit megtréfált a majdnem legalábbis a Milton Bradley-t, a Cubs-nak a jobb szélsőjét, és elkapta a labdát végül is viszonylag könnyen ahhoz képest, hogy indult, és egy out volt még csak, ő viszont azt hitte, hogy ez a harmadik out az inningben, és elkezdett figurázni ott a nézőknek, hogy hú, hát ez nehéz elkapás volt, és utána egy hirtelen ötlettől vezérelve kidobta az outfield hát a nézőinek a labdát.
Amiből a hármason lévő Minnesota-i futó be tudott simán ugye jönni, mivel hát ilyenkor alapból két bázist mehetett. Aki meg egyesen volt, az meg mehetett tovább hármasra. De hát ez a Bradley-re meg így néztek a csapattársak, hogy most ez komoly. Olvastam egy olyan sztorit is, hogy itt tényleg a Wrigley-nek az utca túloldalán már ott vannak a lakóházak, mert nincs parkoló kialakítva. Viszont valamikor az 50-es években egy csávónak az autóját ott parkolt az utcába, Willie Mays is eltalálta egy home runnal, meg egy másik Giants játékos is egy meccsen kétszer találták el az autóját. Az is szép. No de, a szomszédságból térjünk vissza a Wrigley-re. A pálya egyébként azért is érdekes, mert kicsit fura méretezése van. A két foul pozna 108-109 méterre helyezkedik el a home plate-től, amely nagyon sok stadionnál szélesebb távolságot jelent, ám a left és a right center ezután annyira nem szélesedik ki, csak pár métert, így az outfield rész nem számít túl tágasnak. Az ütők dolgát segíti az is, hogy az érvénytelen terület is igen szűk, így nem sok hely van kiejtést csinálni foul területre ütött labdák esetén. Miután a Rikesz család 2009-ben megvette a csapatot, nagyon komoly fejlesztési tervet tettek le az asztalra. Viszont hely hiányában egyedi megoldásokat kellett kieszelniük. A felújítások egyik fázisában a föld alá dugták az öltözőket, ütőketreceket, tréninghelyiségeket, irodákat, médiaszobákat, szóval majdnem mindent. De nem volt soha probléma, nem, hogy ilyen kicsi a foul terület. Nem. Soha nem fordult elő, hogy egy néző benyúlt volna Cubsnak a védője elé, és elütötte volna a labdát előle, nem? Emlékeztek ilyenre? Igen, és szó is lesz róla egy év. 2016 óta elfelejtette mindenki. Szóval... A következő fázisban a bullpeneket mozgatták át a pálya melletti nagyon szűk részről a bal és jobb oldali bleacherek alá. Egyébként néztem egy képet, hogy nagyon látványos volt, hogy fölásták az egész pályát azért, hogy betegyenek alá minden 10-20-30 métereket kiástak. Az is komoly, hogy a bullpenben benn van egy kamera, mert ugye az a lelátó alatt melegítenek a cseredobók, és ott hülyeskedni szoktak a Cubs cseréi. Táncolgatnak, meg nem tudom, ilyen moonwalk-kal, meg ilyeneket nyomnak, elüssék az időt, ez egy poén. És hát azért van pár érdekesség, meg pár tradíció, amit érdemes megemlíteni a Cubs és a Wrigley Field tekintetében. Take me out to the ball game, 1982-ben Harry Carey kezdte el ezt a tradíciót a dal éneklésével, amely halála után is tovább él, olykor nagy sztárok előadásában hallható. Aztán Fly the V, 1937-ben elkezdett tradíció, amikor is a zászlótartó rúdra vagy fehér, kék V betűvel, vagy kék, fehér L betűvel rendelkező zászlót tűztek, hogy ezzel tudassák a városa, hogy a Cubs nyert, vagy győzött. Go Cubs Go, minden hazai győzelm után felcsendül Steve Goodman dala, és hát az előbb percekben emlegetett Steve Bartman sztori is itt született meg 2003-ban. Ez már így a podcast története során elég sokszor felmerült. Ajánlottunk is egy nagyon jó kis dokufilmet erről, YouTube-on megtalálható több részben. Catching Hell, azt hiszem, az volt a The Catching Hell, az volt a címe, egy ESPN 30 gyártmány. Aztán 1932-ben a World Series-ben Babe Ruth itt mutatta meg, hova fogja ütni a hazafutást, Cold Shot néven híresült el ez a mozdanata. Erről is beszéltünk már korábban. Aztán Billy a kecske átka, na ez egy érdekes történet. Az 1945-ös World Series negyedik meccse közben felkérték William Sianist, a Billy Goat Tavern tulajdonosát, hogy fáradjon ki a stadionból, mert kecskéje Murphy zavarja a többi nézőt. Sianist állítólag a következőt mondta, következő mondat után hagyta el a lelátót. A nyombat Cubs soha nem fog semmit nyerni. Hát az átok, az egészen 2016-ig élt, amikor is újra bajnokok lettek a mackók. Tehát itt durván egy 70 év átka hát, szakadt meg előtte, 71. Előtte 1908-ban nyertek utoljára, úgyhogy bár akkor még nem akkor volt 108. Az átok. De igen. 108 éves. Igen, erre szerintem mi mindnyájan biztosan emlékszünk. Arra, hogy World Series nyert, meg illetve hát a 2016-os World Series-re, meg talán több hallgatónk is
képbe van már a tekintetben, hogy hát minden akkor a Cubsról szólt, nem csak azért, mert megnyerte a World Series, hanem Billy a kecske átka miatt is, meg hát a 108 év, azért a 108 év. Meg hát az előző év 2015, ugye a visszajövőben. Igen, akkor pont ezt akartam mondani. Igen, igen, egy éve csúszott, de azért a visszajövőjének csak igaza lett, illetve a rendezőinek. És hát a filmek, illetve a sorozatok kedvelt helyszíne is a Wrigley. Olyan sorozatokban tűnt már fel, mint a Vészhelyzet, a Simpson család, a Family Guy, a Prison Break, a Mike és Molly, és hát a Chicago Hope is, vagy éppen az én egyik nagy kedvencem, a Chicago Fire is. Egyébként a Chicago Hope és a Chicago Fire azok ilyen testvérsorozatok, és még van a Chicago PD, meg elég sok ilyen sorozat, ilyen rendőrök, tűzoltók, mentősök, stb. Kórházi, meg ilyenekről szól. Ez... kérdezni. Igen, Chicago Fire, ha nem lett volna elég így, de... CIS Chicago. CIS Chicago, igen, igen. Chicago Hope miatt mondtam. A Chicago Hope miatt mondtam, mert azért ez nem egyértelmű. De feltűnik a Meglógtam a Ferrarival című filmben is, a Blues Brothersben is, illetve Gina Davis, Tom Hanks és Madonna főszereplésével készült Micsoda csapat című filmben is. Úgyhogy elég sok, sok mindenhol. És egy kis fun fact... Igen? Bocsi, csak hogy a Simpson családban van egy rész, amikor Mr. Burns meg Homer Chicagóba mennek, és ott az, szerintem tök poén, itt is ugye a Yankees-Mets rivalizálás, meg a Cubs-White Sox rivalizálás, elsétálnak a Wrigley mellett, ugye ott a főbejárat the Wrigley Field, home of the Chicago Cubs, de mennek tovább, és elsétálnak egy stadion mellett, oda meg ki van írva, hogy valami hely, ahol a White Sox játszik. Ouch. Kis fun fact egyébként, Chicago Fire-ben föltűnik a Wrigley is, de többek között Chris Bryant és Jake Arrieta is szerepel egyébként a sorozatban, abban az epizódban. Úgyhogy a játékosok is tiszteletét tették a sorozat készítő, illetve szereplői előtt, igen. Éppen hot streaken vannak, és le kell hűteni őket. Jujjujjujjujj. Nem, ott egyébként valami kisgyereket visznek el, és teljesítik egy álmát a tűzoltók, vagy valami ilyesmi a sztori. Meg is kéne néznem. Chicagóban játszódik a sorozat, te szerencsétlen, kivel akarna találkozni? Igen, szegény lehet. Nekem is, hogy, nekem is egy kisgyerekbe kötve. Nem elég, hogy fölgyullad, még ráadásul Cubs Drucker is, baszki. Na jó, lépjünk tovább, mert DS leütöm. Különös szabályai is vannak ennek a stadionnak, zárójában is. Az outfield fal tetején található védőháló, avagy kosár, ahogy a népnyelv nevezi, belóg az outfield fölé, eredetileg azért telepítették ezt a hálót, hogy a nézőtérről ne essenek be az emberek a pályára. Ha az elütött labda a hálóban köt ki, hazafutás, tehát egy home run, akár pár centivel rövidebb is lehet, mint maga az outfield kerítés távolsága a home plate-től. Aztán a Stadium Talk által ajánlott étel nem más, mint a Bow to the Pork Sandwich, ami ilyen hikori fán füstölt pullet pork. Nyom, jégcsapretek, répa, uborka, jalapeño. Bow zsemlében, bocsánat. Összefutott a nyál a számba. A Trillist.com egyetért a Stadium Talk-kal, és ugyanezt a sandwichet ajánlja elfogyasztásra. Az oldal nagyon dicséri a kínálatot, amelyet a korábbi szegényes választékból egészen a 12. helyre húzták föl, hogy húzta föl a listájukon. Nyom, jó kis Wrigley Field meg a kajáig. Ah, ez jó hangzik ez a... Ez volt az én kis stadionom. De ebbe a zsemlébe tölte, vagy ebbe a... Hát nem is tudom, ezt minek nevezik. Hát Pau, az ilyen... Tészta gombócszerűség. Tészta gombóc, bármit beletöltenek, az, az jó lehet. Igen. Úgyhogy kövezzetek meg, de nekem a Wrigley a top 1. Utána természetesen olyan kis stadion következik, de... Ettől függetlenül is megkövezzünk szerintem. De majd... mi? A Hősök terén aludtál ma, vagy mi? De majd amikor elmegyünk kajálni, akkor majd megkövezzünk ezért. Oké, akkor kinézem a legdrágább kajálát Pestem. Tehát az tény, hogy óriási történelme van ennek a stadionnak. Így van. Igen, meg nagyon egyedi, tehát én amiért nagyon szeretem ezek a téglás motívumok, a nyilván a bozót, hogy így mondjam, a kerítés. Csak azért, mert ez a szó jutott. Ne vásd témát, figyelj! Csak azért, mert ez a szó jutott, most eszembe, hogy te természetesen bokorra gondolok. Igen, ilyen nagyon egyedi.
ez a környező épületek közelsége. Rooftops, meg a hasonlók miatt. Na de guruljunk tovább akkor Cincinnatibe. Mit szóltok? Igen, a szovjet szimbólumok közül a medve. Medvét váltsa most akkor a szép, szép. Akkor a következő stadionunk az a Cincinnati Reds, otthona a Great American Ballpark. Ja, hát itt szintén egy ősrégi csapatról beszélünk a Reds esetében, mint a Cubs, ám a pályájuk sokkal-sokkal fiatalabb, mint a Wrigley Field. A Great American Ballpark 2003-ban nyitotta meg a kapuit, az Ohio folyópartján fekszik, szintén a város szívében, és hát gyakorlatilag egy karnyújtásnyira a Cincinnati Bengals stadionjától, ha már a Super Bowl. Bocs, igen, Bengals rukerek akkor átmehetnek legalább valami rendes csapatot is nézni. Igen, ha már Super Bowl Sunday van, akkor az NFL mindig hozzuk szóba. Na igen. Hát mivel ugye ez egy 2003-as stadion, azért ennyire részletes, meg gazdag történelme nem lesz, mint a Wrigley Fieldnek. Azért egy-két érdekességet összeszedtünk erről is. Az építkezés során a csapat közpénzt használt fel ahhoz, hogy létre tudják hozni a stadiont. A tulajdonos viszont Hamilton megye maradt, nem került a Reds birtokába, tulajdonába. A bérleti szerződésük 35 évre szól. Az első 9 évben évi 2,5 millió dollárt kellett fizetnie a Redsnek bérleti díjként. Ami viszont érdekes, hogy a szerződés 10-től 35-ig, tehát a végéig szóló részre a bérleti díj évi 1 dollár. Ez egy elképes. Wow. Nyilván a csapat elég bevételt termel Hamilton megye számára. De ez korrekt. Igen, hát gyakorlatilag nem is tudom, nem valami 100-valahány millió dollárnyi közpénzt használtak fel. És ez ismerős, nem? Hát gyakorlatilag mindegyikre használnak fel közpénzt, de valószínűleg visszatermelődik azért ide járnak ki nézők. Ide igen. A pályának nincs akkor a történelme, ezt említettem, de van egy-két ismertető jegye, amiről azért beugrik, hogy a Cincinnati Reds pályáját látjuk. Ebből az egyik a The Gap, vagyis egy kb. 11 méteres rés a főlelátóban. Konkrétan foghíjas a lelátó, kihagytak belőle egy részt az első és a második karé vagy emelet részéből is. Ezt azért csinálták, hogy belátást engedjenek a pályára Cincinnati belvárosi felhőkarcolóiból, így valamint egy kilátást a belvárosra a pályáról. Tehát egy ilyen sétány az megvan, tehát ott át lehet, körbe lehet járni a stadiont, meg a lelátót, de konkrétan az ülőhelyek nincsenek ott lyuk van a lelátóban. Ez elég egyedi, mintha kiharapott volna valaki onnan egy részt. További érdekesség a Right Center Fielden, jobb oldalon a lelátó mögött található két kürtő, vagy hát oszlop. Ezek a régi Ohio folyón közlekedő gőzhajókat hivatottak feleleveníteni, és olykor füstöt eregetnek, máskor tüzet okádnak, vagy villognak, esetleg tűzijátékot lőnek fel róluk, attól függően, hogy éppen mit művel a pályán a hazai csapat. Strikeout esetén például tűz jön föl a két kürtőből, ez korábban füst volt, home run vagy győzelem esetén pedig tűzijáték. Ez tök jó. Home run tűzijáték, és még egy. Igen, ez ötletes egyébként. Igen. Ugye back-to-back esetén azért ez komoly. Erre kíváncsi lennék, hogy készítik be, hogy nem tudom, valaki kint a vottok kiüti a home run-t, jön a következő ütő, és az első dobást kiüti, és már ott van az új tűzijáték, hogy nem tudom, hogy készülnek el. Én szerintem gyanítom, hogy sorba vannak kötve, és akkor mindig egyet, vagy kettőt, és akkor mindig be van sok egymás mögé kötve. Aztán jönnek a Chicago Fire-ből a tűzoltók. Olvastam, hogy egyszer kigyulladt valami kis alkatrész ott, de eloltották, hogy nem volt nagy para, de hogy azért így, hogy strikeoutnál tűz, meg home runnál tűzjáték, azért ott van pirotek. A stadion is majdnem tűzbe jött akkor a csapattól. Az oszlopok tetején egyenként 7-7 baseball ütő formája látható, és ez Pete Rose 11-es messzámát szimbolizálja. A két torony között van egy Toyota felirat, meg egy ilyen kis platform,
És van egy ilyen játék itt Cincinnati-ben, hogyha valamelyik játékos eltalálja ezt a feliratot egy hazafutással, akkor egy véletlenszerűen kiválasztott néző nyer egy Toyota Tundra pick-upot. Wow. Viszont konkrétan még a feliratot nem találta el senki. De két alkalommal kisorsolták egyébként az autót. 2018-ban Jesse Winker egészen közel járt a felirathoz. A promóciót kitalálók úgy döntöttek, hogy egy szerencsés néző gazdagodhat az autóval, és 2015-ben pedig Jay Bruce ütött egy olyan hazafutást, amit elégnek állapítottak meg, hogy kisorsolják az autót. Ez valahol a Wright Field lelátó mögött van. Nem találtam pontos méretet, hogy mennyire messze, de ilyen 500 láb körül, 4-95 láb körül, tehát ezért egy elég egészséges homelant kell kivágni. Pedig mondtam, majd játszunk rá arra, hogy igazolja le a Ratsvinket, és akkor beülök a nézők közé egyedül. Igen, ez neked most aktuális. De random nézőt sorsolnak ki, nem? Hát ha egyedül vagyok, akkor random nézőnek számítok. Jó, jogos. Az mi komoly lett volna, most 2020-ban találják el, amikor nincs néző. Ez egyik játékosra rámutat. Hát szerintem akkor valószínűleg kisorsoltak volna egyet a bérletesek közül, nem? Gondolom. Lehet. Én is úgy tartanám. Hogyha jó fejek. Akkor veszek gyorsi bérletet, hát. Csak ezért, igen. Csak ezért, hát, igen. Eddig bejött volna. Fia, a bérlet ára a kocsi ára, de számomra. Ezt vágod, hogy nem találnél az egyetlen bérletes, de itt ez a probléma. Az esélyőt megnöveli a mostani hát, állapothoz képest. A nullánál csak följebb van, ez tény. De nem, én nem látom azért ennek az anyagi befektetést. Én nem látom az anyagi befektetést ebben valahol nálam. Hát ez olyan, mintha lottóznál tényleg. A szándékot lásd mögötte, azt, hogy én hiszek ebben. Jó, én figyelj, azt csinálsz a pénzeddel, amit szeretnél. De azért hülye vagyok, miért mondd ki? De hogy mondjam, tehát a dolgok közül, amire sok pénzt költenék, a Cincinnati Reds-nek a éves bérlete nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hátul helyezkedne valószínűleg. De elképzelhető, hogy a listán sem lenne rajta. Mindezt úgy, hogy egyébként a Reds-t azt kifejezetten bírom. Nyugtassatok meg, hogy ültök, mert egy nagyon rossz szóvicc megint eszembe jutott. Igen. Hogy lottóznál, de hogyha erre játszanál, hogy a Toyotát így nyered meg, akkor arra mondhatjuk, hogy vottóznál? Yeah. Igen, előbb én elsütöttem egy Joy lottót, itt csak az... Ja, nem hallottam, bocsánat. Semmi, de egy rúgóra jár az agyunk. Csak másik oldalról közelítettük meg a kérdést. Tiéd a dicsőség. Szegény Mike meg a szenvedő anya ennek. Az a egyetlen egy bajom van csak most, hogy nem lakok elég magasan, pedig az ablak mellett ülök. No, de térjünk vissza a Great American Ballparkba, ami egyébként azért Great American Ballpark, nem a remek Amerikát, hanem a Great American cég szponzorálja a nevet. Make America Again, vagy mi? Make Great America Again? Szóval hát ugye ez a két toronya legfontosabb ismertetőjegye, de természetesen... Itt játszodott a gyűrűk ura? Mike entered the chat. Ez jó volt. De több szobor vagy egyéb emlékmű örökíti meg a csapat történelmét, nagy játékosait. Ezeket nem sorolom föl, de a Reds-nek is elég kigazdag a történelme, úgyhogy van itt mindenféle szobor. Hát amit viszont kiemelek, az a Stadium Talk által ajánlott étel, a Skyline Chili. Nyom. Hát gyakorlatilag ki lehet találni egy chili hagyma, bab, reszelt sajt, és egy titkos recept alapján készült chili. Akár spagetti tésztán, akár hotdogon tálalva, vagy akár magában egy tálból kanalazva. Igen, ez a Cincinnati chili egyébként, ez ilyen nagyobb vasszizdasz, mert annó, amikor még én Sánkhájban találtam egy amerikai éttermet, aminek Cincinnati volt a tulaja, ott is volt konkrétan ilyen spagettin tálalt Cincinnati chili, és így nem tudtam hova tenni, de akkor erre most itt bő 10 év után választ találtam, hogy akkor ezért volt spagettin ez a cucc, mert akkor ez itt Cincinnati-ban így is szokás. Hát látod, csak a baseball kellett hozzá. Ennyi. De egyébként ez a titkos recept alapján készült chili, ez meg állítólag tényleg ilyen top chili, még a Cincinnati chili között is, ami nagyon jó kis recept. És a trillis.com is
egyetért a Stadium Talk-kal, és ezt az ételt emelik ki, de mindez csak a 21. helyre repítette a Reds büféseit. Szomorú vagyok. Miért? Nem tudom, mert itt vagy. Következő stadionnak nekem nagyon tetszik a neve. Igen. Múlt héten ugye én kaptam pont a Houstoni Minute Maid Parkot, most pedig a Milwaukee Brewers, tehát a Minute Maid narancsléből most sörre váltunk, és hát mi hozhatná jobban, és mi rombolhatná szét jobban az amerikai családokat, mint a sör. Ennek megfelelően az American Family Field a Milwaukee Brewers otthona. És ha nem cseng ismerősen, a stadion neve az nem csoda. Egészen 2020. december 31-ig Miller Parknak nevezték a pályát, ám lejárt a szponzori szerződés, és az American Family biztosított társaság lett az új névadó támogató. Pálya 2001-ben nyitotta meg kapuit, multifunkciós Milwaukee County Stadiumot váltotta le, ahol 1953 és 94 között a Green Bay Packers is játszott, évente 2-4 mérkőzést, és az utolsó itteni meccsükön 21-17-re nyertek a Falcons ellen. Méghozzá úgy, hogy a 14 másodperccel a vége előtt futotta meg a győztes touchdown Brett Favre. Yeah. Hát ezt így nektek. Ezt kis ajándékbombon. Yeah, köszi. Kösz. A pálya ki- és behúzható tetővel rendelkezik, amely két oldalra mozgatható, és ez az egyetlen legyező formájú mozgatható tető stadion egész Észak-Amerikában. Behúzható tető az lehetővé teszi, hogy fűtsék a stadiont, ami nem árt a szeszélyes időjárással rendelkező Wisconsinban. Pár érdekesség a stadionról. Right field kerítés mögött egy 75 fős úgynevezett piknik terület várja a látogatókat, ahol a szurkolók a pályával egy szintben ülhetnek, falatozhatnak, beszélgethetnek, és egy kardgyújtásnyira a játékosoktól helyezkednek el tulajdonképpen, minthogyha egy gyors étterem lenne a kerítés túloldalán, ezt úgy képzeljük el. Tényleg ilyen asztalok, hát kicsit ilyen magasabb asztalok vannak, de mintha, nem tudom, egy McDonald's-ba ülnél oldalt, így a fal mellett, és mellett nézed a meccset. Meccs is éppen. Igen. Ezt amúgy nem, ezt nem tudod, hogy ez meg van nyitva egyébként csak úgy is, amikor nincs meccs, vagy ez csak is kifejezetten meccsnapokon? Szerintem csak meccsnapokon. A csapat kabalájának, Bernie Brewernek van egy saját dugoutja, ez a baloldali lelátók felett van, ahonnan minden hazai játékos által ütött hazafutás után lecsúszik egy nagy sárga csúszdán. A régi stadionban egy medencényi sörbe csúszott bele, ma már csak egy alsóbb homeplate formájú platformra érkezik le. Jelentkeznék Bernie Brewernek, hogyha a sört visszahozzák. Kellemes szaga lehetett ott. Visszacsattogott ott, nem tudom, föl az emeletre, és így hagyta maga után a sörnyomot, mint a ízeltsiga anyállat. Bernie Brewer egyébként nem unatkozhatott a meccseken. Régebben kézzel akasztotta ki a strikeoutokat. Ő volt a manuális kászámláló. De helyettesítették már szponzorált gépi számlálóval azóta. És minden hazai meccsen, a hatodik inning közepén, mielőtt a Brewer szállna ütéshez, megrendezik a kolbászok futóversenyét. Ezt imádom egyébként. Ahol egy bratwurstnak, egy kielbaszának, egy olasz kolbásznak, egy chorizónak és egy hotdognak öltözött kabala futversenyt. Ennek majd utána kell nézni, hogy itt hogy áll ez egyébként. Tehát, ja, igen. Biztos van erről is statisztika, hogy ki hányszor nyert. Igen, és hajrá, chorizó. Olvastam, hogy a chorizó az később került be, de ugye azért, hogy a latin közösségnek, állítólag Milwaukee-ban van egy nagyobb latinó közösség, hogy nekik is kedvezzenek. Micsoda rendes, hát akkor berakjuk a chorizót. Sörhöz mindegyik csúszik, gondolom. Igen. Vagy a sör mindegyikhez csúszik. Stadionban található egy Hank Aaron és egy Robin Young szobor, valamint emlékműveket állítottak a korábbi tulaj és előző MLB komisszár Bud Selignek is, valamint a kommentátor rádiós Bob Uecker-nek is. Van valamint egy különös szabály is, hogyha a labda érvényes terület felett találja el a tetőt, akkor a labda játékban van, viszont hogyha a levegőben elkapják ezt a tetőtért labdát, akkor az ütőjátékos kiesik. És hogyha a labda érvénytelen terület felett találja el a tetőt, akkor automatikusan halott labda.
Nézzük akkor itt is az ételeket. Stadium Talk által ajánlott étel az a Wisconsin Ultimate Cheese Fry. Sült krumpli, olvasztott sajt, bacon és cheddar sajtszósz. Fú. Itt igazából a sajtfejűek. Nem tudtam, hogy Wisconsin az ilyen nagy sajt, nagy hatalom. De állítólag itt minden sajt. Sajttal. Az nagyon igen, én még annó a rémrendes családban is volt, amikor el azt a különlegesen büdös sajtot akarta magának rendelni, azt is Wisconsinból hozatta. Jól emlékszem. Sajtból van a hold, sajtból van a hold. A chillist.com középmezőnyben a 17. helyre rangsorolta az ételfelhozatalt. Ők a brachost ajánlják, ami egy pálcára húzott, buntázott nachosztál nagyjából. Wow. Ez... Hú, ez jó hangzik. Ez... És egy ilyet, ja? Az oldal az külön kiemeli egyébként, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem lehet elmagyarázni, és ez az étel is ilyen. Mennünk kell Milwaukee-ba, én azt úgy érzem. Hát mindenképp. Képet kerestem róla, hogy el tudjam képzelni, de igazából nem, mintha egy nagyobb krokettet pálcikára húznál, de az nem krokett, hanem az egy nachosztál, tényleg Doritosszal, tejföllel, sajttal, paradicsommal, ezt írták elő a brachosról. És hogy azért csinálták így, hogy hogy a pálcikán van ez az egész, az egyik kezedbe fogod, a másikban meg tudsz sört fogni. Nice. Úgyhogy ennek inkább ilyen gyakorlati jellege van. Igen, meg így, nekem így elsőre egyébként azt a korndogot juttatja eszembe. Az igen, is ilyen tényleg, pálcára húzott, ugye hasonló formájú valami. De hát ez komolyan nagy osztálat, azt én imádom. Szóval ez... Ha valaha egyszer kijutunk ide, akkor tényleg ezt ki kell próbálni mindenképp. Hát a söröket te úgyse fogod kipróbálni, úgyhogy ez maradt. Nekem több pénzem marad erre, igen. Utazzunk akkor kicsit lejjebb Pittsburghbe. A Pittsburgh Pirates otthon a PNC Park, vagy ahogy DS itt a felvétel előtt megjegyezte, a PNC, Pride Not Crime, a büszkeség nem bűn. Valaki magyar hip-hopon nőtt fel, akkor idő Yeah. Innen is üdvözlet, bár nem ismerjük őket, legalábbis én nem, de én tisztelet. Én bankossal párszor találkoztam annól. Na, zsír, minden tisztelet. Tehát BNC Park. Szintén 2001-ben nyitotta meg a kapuit a kalózok otthona. Az Allegheny folyó partján fekszik ez a stadion. Hát a több oldalt is néztem, a liga egyik legjobb, legszebb stadionjának tartják. Hát ez zárójelbe jegyezném meg, hogy ez szerintem is így van. Ilyen kis stadium az első, de nekem egyébként én szeretem a Pirates-ot amúgy is, meg tényleg ilyen annyira egyedi igen. milliója van, meg kilátás van ebből a PNC Parkból, hogy tényleg az egyik legszebb. Abszolút. Igen, ez a városi látkép a háttérben, az nagyon adja. Igen, és nem csak Pittsburgh belvárosát és a folyót lehet látni, hanem a három hidat, a Roberto Clemente hidat, Andy Warhol híd és Rachel Carson híd hármasra is rálátás nyílik. És a meccsnapon a Roberto Clemente hidat lezárják a forgalom elől, és ezt csak gyalogosok használhatják. Ez tök jó, ez nekem nagyon tetszik. Egyébként a szurkolók részéről volt egy ilyen nyomás a vezetőség felé, hogy ezt Roberto Clemente Parknak nevezzék el a stadiont, de hát ugye a névadó szponzoráció, az meg a pár millió dollár kicsit nagyobb nagyobb bevételt eredményezett, úgyhogy azért nevezték át a hidat Roberto Clemente hídra, hogy a szurkolókat kicsit kompenzálják. Valamit valamiért, de szerintem ez is egy jó gesztus. Ja, korrekt. És hogy említettem, szerintem is az egyik leggyönyörűbb stadion ez az MLB-ben, de nagyon extra kiemelni valót nem találtam. A közvélemény is inkább a design, a kialakítás és úgy összességében a hangulat miatt tartja nagyon jó helynek. Illetve hát 2001-ben nyitott meg, tehát akkor a történelme még ennek a stadionnak sincs. De hát amit ki kell emelni, az ugye a folyó közelsége miatt az, hogy pont az Allegheny folyó a stadion mellett folyik el, és ezért elég nagy eseménynek számít, amikor valaki beleüt egy hazafutást a vízbe. A folyó körülbelül 456 lábra, 139 méterre van a hazai bázistól, és csak keveseknek sikerült eddig
beletalálni csont nélkül a vízbe. Daryl Ward volt az első, aztán Garrett Jones is megcsinálta ezt, Pedro Alvarez és Josh Bell, ő kétszer vágta ki csont nélkül a folyóba a labdát. És hát technikailag, ha nézzük, Pedro Alvarez nem a vízbe talált bele, hanem egy hajóba, hajólandolt. Úgyhogy ő gyakorlatilag nem ért vizet, hogyha nagyon kukacoskodni akarunk. Illetve hát a 2006-os All-Star meccset megelőző Home Run Derbyn azért pár labdát kivágtak ide a játékosok, de ez nem lenne sportszerű Josh Bellék meccsen elkövetett tette mellé fölírni, azért a Home Run Derbyn sokkal könnyebb nagy Home Run-t vágni. Még egy érdekesség, hogy nem egységes itt sem a kerítésmagasság. Bal oldalon 2, aztán valahol 3 méter magas a kerítés, hanem a right fielden ennek a duplája 6 méter magas, ami 21 lábnak felel meg, és ez is egy tisztelgés Roberto Clemente előtt, aki a 21-es messzámban játszott. Ezek nekem nagyon tetszenek, ezek az apróságok, hogy ilyen fal magassággal próbálnak jelezni, meg próbálnak tisztelegni, hogy volt egy ilyen számú játékos. És akkor majd eljutunk oda, hogy a ilyen kis stadium right field-jén 99 láb magas lesz majd a két. Ja. Az komoly lenne. Vagy 99 inch. Akkor beesnek a nézők egy dupláért. Igen. És hát ugye a Pirates-nak is elég hosszú történelme van, úgyhogy tele van szoborral a stadion. Természetesen van egy Roberto Clemente szobor, ami érdekesség, hogy a szobor alatt van salak, és Roberto Clemente játszott több pályán, 3 pályán, és erről a 3 pályáról hozatták a salakot. Ez a Puerto Rico-i pályáról, ahol kezdte a pályafutását, valamint a Pirates 2 korábbi otthonából, a Forbes Fieldről és a Three Rivers Stadiumból is van itt salak. Ez is egy érdekes dolog. Tök jó. És hát van szobra Honus Wagnernek, Billy Stargellnek, Bill Mazeroskinak természetesen, Satchel Paige-nek is, aki a helyi Negro Leagues csapatban volt sztár. De Bill Mazeroskiról már beszéltünk is, ugye a 60-as World Series kapcsán, meg a, szerintem a városban van még szintén valamilyen emlékműve, vagy itt a stadionban ezt is említetted, DS már korábban. Hát igen, ott volt, ugye annak a stadionnak az a fal része, ahol kiment a Walk of Home Run, azt vagy meghagyták a stadionból azt a fal részt, vagy pedig ott van valami emlékmű, ami azt jelzi, hogy ott hagyta el a pályát Mazeroskinak, mm-hmm. ugye a nagy homérje. Hát itt pedig a szobra az, ahogy örül, és futja körbe a bázisokat. Mm. A Stadium Talk a Pittsburghi tölcsér nevű ételt ajánlja, ami nem az édesszájúaknak való, ugyanis ez egy gofriba tekert cucc, kolbász, pierogi, vagy pirog, svájci sajt, savanyú káposzta és orosz dressing. Állítólag tök jó. Wow. Mondjuk így a dolgok benne jók, csak gofri tésztát, azt így nehezen tudom ehhez elképzelni. És ami érdekes, hogy a Trillist az a 6. helyre rakta a pályát, és ők a Pittsburgher nevezetű hamburgert emelték ki, már a neve is egyébként nagyon jó, Pittsburgher, és ezt ennek az első változatát 1933-ban alkották meg, és ezt a Trillis beválasztotta a 101 étel közé, ami nagy hatással volt Amerikára, szóval egy igazi klasszikussal van dolgunk. Hát ebben a 101 ételben olyanok vannak, mint a hot dog, a Ruben sandwich, a cheese steak, a deep dish pizza, vagy a sült csirke. Úgyhogy ez a Pittsburgher, ez 1001 étel, amit enned kell, mielőtt meghalsz, ez így akkor legyen benne mindenkinek a listájában. Azt tudjuk, hogy mi van benne egyébként ebben a Pittsburgherben, hogy mitől olyan extra? Azt nem találtam meg, viszont a Piemonte Brothers állította ezt össze, ami a Pittsburgh belvárosában valami kajálda. Állítólag egy ilyen legendás, nem csak a város szerte, hanem tényleg egy Amerika szerte egy legendás étel. Helyről, egy étteremről van szó. Úgyhogy
Úgyhogy érdemes megjegyezni ezt a Pittsburgher nevet. Nem, úgy nem hiszem, hogy ilyen nagyon extra dolgot, tehát biztos, hogy valami marha hús, sajt, stb., csak gondolom olyan smokerrel csinálják, vagy valami extra dolog van benne, ami elég különlegessé teszi. Speciális szósz. És hát repülünk tovább St. Louisba, a Busch Stadiumba, a Cardinals otthonába. A divízió legfiatalabb stadionjáról van szó, 2006-ban nyitotta meg kapuit, és váltotta le a régi Busch Stadiumot, amelyet a Cardinals sokáig egyszerre használt az NFL-es, ma már a Arizonában játszó Cardinals-szal. Nevét természetesen a St. Louis-i székhelyű Anheuser-Busch sörgyártóról kapta. Legismertebb termékük valószínűleg a Budweiser, és azt szeressük. Mivel ez a stadion is a retro klasszikus vonalat viszi, és hogyha nem ugrana el a Word-om, az tök jó lenne, viszi, nagyon hasonlóak az ismertető jegyek a kortárs stadionokkal, például remek kilátás nyílik St. Louis belvárosára, a felhőkarcolókra, és St. Louis volt ívére, a Gateway Arch-ra. Még a füvet is úgy nyílják, hogy a meccsekre, hogy abban megjelenjen a boltív. A csapat gazdag történelméről is sok érdekességet találunk. A hármas számú bejárat előtt például ott áll a legismertebb emlékmű Stan Musial bronzszobra. De a korábbi podcast részekben egyébként már többször beszéltünk arról, hogy Luke Brock és Bob Gibson is kapott szobrot, akár csak Rodgers Hornsby, Ozzie Smith vagy Cool Papa Bell, aki a negró és St. Louis Starsban is játszott. Kedvenc játékosunk, igen. Cool Papa Bellt is, őt sem említettük már. Ingen, csak nem most... a hangzás miatt akkor. Most tök jó, hogy szóba került, mert éppen napokban publikált róla egy írást az MLB.com, és abban indít így egy idézettel róla a cikkíró, méghozzá Satchel Paige éppen, aki nyilatkozott egyszer róla, hogy egyszer ütött, mármint egy Cool Papa Bell ütött egy line drive-ot a fülem mellé, és mire megfordultam, már azt láttam, hogy őt magát találja el a labda, miközben kettesre próbál becsúszni. ennyire volt gyors Cool Papa Bell, hogy ilyen legendák születtek róla. Imádom az embert. És hát egyesek szerint, mivel a Cardinals mellett csak az NHL-es Blues major csapat a városban, a szurkolók pedig alapból hűségesek, a vezetőség nincs rá kényszerítve, hogy olyan nagyot gurítson a szurkolói élmény szempontjából. A stadion nagyon szép, a kilátás lélegzetellállító, de nehéz kiemelni masszi dolgokat a stadionból. Ez persze a helyi rajongókat nem hátráltatja, a Cardinals sosem szokott nézőgondokkal küszködni. A stadion pont azt kínálja, amire kitalálták, az ember le lehet megnézni egy jó baseball meccset. A Stadium Talk által ajánlott étel az nem más, mint egy mega pizza szelet, ami 40 cm hosszúságú pizza szelet, és hát csak összehasonlításképpen hát a normál pizzának általában 32 cm-es az átmérője, itt meg egy 40 cm-es pizzáról beszélgetünk éppen. Egy pizza most jól esne. A Trillis.com csak a 24. helyre rakja a stadion ételkínálatát, ugye a korábbiakban említettem, hogy nem mennek rá nagyon az extrákra, és náluk a St. Louis Dog a nyerő, leöblítve egy sörrel tökéletes párosítás, de a pálya nem nagyon tartja a lépést az idővel, vagy más stadionok széles kínálatával. Úgyhogy St. Louisban minden a szurkolókon múlik, és illetve minden róluk szól. Meg hát a csapatról, akik ugye a második legeredményesebb csapat a baseball történetében. Ki is az első, ja, tudom? Nem tudom, nem rémlik, valami keleti parti talán. Ott a Bronxban valami neve sincs csapat. És akkor... Bocsánat, csak hogy a Cardinals szurkolók, ha esetleg valamit kihagytam a Busch Stadiumból, akkor nyugodtan kommentálják, de nekem így a leírásokból úgy tűnik, hogy ez tényleg arra való, amire megcsinálták. Elmész, megnézed a meccset, eszel egy hotdogot, iszol egy sört, és jól érzed magad. Mert ráadásul a csapat is általában jó, úgyhogy az kínálja, amire való. Igen, meg hát ott tényleg ott is mindig vannak olyan játékosok, akik miatt bőven megéri kimenni. És hát most ugye a Renádó csere is ez csak fokozza majd valószínűleg a szurkolói élményt, ha és amennyiben lehetnek szurkolók a stadionban. És akkor menjünk át az American League Central csoportjába, ahol is
Hát igazságot szolgáltatunk most Mr. Burns ellenében a Chicago White-nak. Nem csak a Wrigley Fieldnek van neve, hanem a Chicago White-nak otthonának is. Jelenleg éppen Guaranteed Rate Field. Garantált ráta. Hát ez fantasztikus, tehát ennél tényleg ennél jelentéktelen, vagy ilyen jelentőség teljesség nélkülibb pályanevet azt elképzelni sem lehet, talán ilyen Gillette Stadium, vagy ilyesmi. Mi? A Vizax 81 év után hagyta el az igazi otthonát, a Comiskey Parkot, és költözött át 1991-ben, a hasonlóan elnevezett, majd 2003-tól 2016-ig US Cellular Fieldnek hívott pályára. Stadion a város déli részén helyezkedik el. Sokkal jobb volt a US Cellular, mint a Guaranteed Rate. De még a US Cellular is egy ilyen érdekes, ilyen, nem túl sokat mondó név. És ugye a déli részén van a városnak ez a pálya, innen is a csapat egyik beceneve, The Southsiders, ugye a déliek, vagy déli oldaliak. Nagyon sokat gondolkodhattak, mert ugye a Cubs meg a Northsiders volt. Igen. Southsiders. És ez volt a legutolsó stadion, amit a bevezetőben említett retro klasszikus láz megjelenése előtt építettek még. Különböző rangsorok legtöbbször csak az Oakland Coliseumnál és a Tropicana Fieldnél tartják jobbnak, és hát sok érdekességet mi sem tudtunk összeszedni róla. A vezetőség az sok mindent megpróbált, hogy javítsa az élményt, kialakítottak sok helyet a szurkolóknak, ahol összegyűlhetnek meccs közben, akár italozgatni, akár beszélgetni. Ugye például van egy ilyen sörés baseball szigete, valamint több párakaput is installáltak, amely hűsítőként szolgál egy-egy forró nyári napon. Aztán megmennek a pereskedések, gondolom, hogy a szelesváros idegszele megfújta a vízált vízzel lehűtött embereket, és megfáztak. Én még egy kicsit visszakanyarodnék, mert ebben a pár epizódban olyan szinten földbe döngöljük az Oaklandet, meg az Athleticset, hogy az hihetetlen. Hát nem csak mi. Fújj, alázd, rúg még bele a földön fekvőbe. De nekem az Oaklandnek a színei, a logója, meg minden tökre tetszik, meg az egész jelenségük, de az a stadion, az tényleg borzasztó. Főleg, amikor amerikai focit játszanak salakon. Annak pont jó volt a Raiders. Ez nekem igen, az pont egyedivé tette egy picit. Azt ja, Raiders is ugyanolyan kuka úgyis, mint a város. Mi? Raiders hagyjuk. Las Vegas óta már nekem megszűnt létezni. Na jó, nem, de Raiders az Oakland. Meg hát ugye Los Angeles. Igen, jó, az még védhető volt, de Oakland. Meg hát ugye azt tudjátok, hogy én csípem a Warriors-t is. Na jó, van, menjünk tovább. Az NBA-ban. Most fejezve menjünk tovább. Ne, menjünk tovább. Kiakadok. Fúj. De hát ugye még az Oakland Coliseumnál a chicagói Guaranteed Rate Field is jobbnak számít, de nem sokkal. Tehát ugye a vezetőség az próbál több mindent így megvalósítani, hogy jobb legyen a szurkolói élmény. Leginkább a csapat történelmét próbálják előtérbe helyezni. Ugye rengeteg szobor, például Carlton Fisk, Charles Comiskey, Luis Aparicio, Nellie Fox, Frank Thomas, Paul Konerko vagy Jim Tomey található a parkban, valamint fontosabb eseményeket is megörökítették itt. Utóbbiak például, hogy meghagyták kék színűre a zöld székek között azokat a helyeket, ahol Paul Konerko Grand Slam labdája és Scott Podsednik Walkoff hazafutása landolt a 2005-ös World Series második meccsén, vagy például megjelölték azt a helyet a kerítésen, ahol Devin Wise leszette a hazafutásba tartó labdát Mark Buerly 2009-es tökéletes meccsén. Hát az kiváló volt az elkapás. Hát az meg kellett örökíteni, az óriási. Az kegyetlen volt. Fun fact, igen, akartam volna? És csak hogy Wise aztán játszott nálunk egy pár meccset, ha jól rémlik. Volt nálunk is, és nálunk is volt egy emlékezetes elkapása egyébként, imádom azt a highlightot tőle, hogy ütött, nem is tudom milyen meccsen volt, de ütött valaki egy fault az ellenfélből, és Wise éppen left fieldet játszott nálunk, és így rohant be a labdáért, és
kiborult éppen a nézők közé, de nem sikerült megcsinálni az elkapást, viszont ahogy jött ki a nézők közül, így felemelte a kesztyűjét. A bíró az meg full benézte, és bemondta az outot, amivel vége lett az inningnek, és a visszajátszásokon látszik, hogy a labda az közben így alul elgurulhatott, mert egy olyan 10 székkel arrébb, meg egy néző lehajol fölveszi, és így még mutogatja is a többieknek, hogy itt a labda. És simán megkaptuk az ingyen outot. Szóval Wise nekünk emiatt is emlékezetes maradt, vagy legalábbis nekem mindenképpen. De hát itt nyilván a White Sox-ban ugye ez az elkapása, ez mindenképpen írta őt legalább egy csapatnak a történelmébe. És azt hiszem, hogy ő védekezésre állt be csereként a 9. alján. Van, ez volt a második van. Out, azt hiszem. Így van, pontosan. Igen. Gyakorlatilag bemelegítés nélkül csinált egy ekkora elkapást. Igen. És ugye majdnem kiejtette, de aztán sikerült összeszednie még így esés közben. Ez tényleg kegyetlen jó az az elkapás. Fun fact, a stadion történetének első Grand Slam-jét a Boston Red Sox játékosa Kevin Romine ütötte 1991. május 5-én. Ő nem más, mint Austin Romine és Andrew Romine édesapja. Ugye Austin ismerős lehet nekünk is, mint egykori Yankees catcher, főleg csere catcher. Ez volt Kevin Romine, ugye az ő édesapjának a karrierjének az utolsó hazafutása egyébként. Megadta a módja. Igen. Felszentelte akkor az új Chicago-i stadiont, legalábbis Grand Slam tekintetében. Nézzük az ételeket. Stadium Talk által ajánlott étel, az a beterített sült krumpli. Ez hát vagy rosevni, vagy pedig édes krumpli. Gyakorlatilag bármilyen feltéttel, ez lehet giroszhús, fetasajt, békön, csirkehús, caciki, nachos, kéksajt, parmezán, fokhagyma, az édesszájoknak akár nutella vagy pekán, dió és tejszínhab. Hát azt tudjátok, hogy én konyhamalacként is funkcionálok, de azért egy nutellás sült krumpli az... Én ezt most meg akarom kóstolni. Az édes krumplival talán. Én nem tudom, tehát nekem ez konkrétan nem jutna eszembe, hogy ezt így, ezt a kombót. Jövő hétvégére nem felejtem, mert csinálok egy tesztet. Jó, majd mondd, hogy milyen volt. Azért még szóljatok rám. Kérdés, megsózod a sült krumplit, vagy csak simán kisütted és úgy? Nyilván megsózom. Megsózod és úgy rá nutella? Édesse van, vagy édes sós. Édes sós cuccok azok jók egyébként, tehát mit tudom, ez ilyen tengeri sós csoki, meg ilyenek. Sós karamella. Megkisült krumpli fagyival állítólag az a legjobb. Na, se kóstoltam. Szóljatok még rá a héten, de én ezt kipróbálom. Jó. Feta sajtos, tejszínhabos. Egy kis nachóval az oldalán. Egy kis édes csiliszósz. A másik oldalunk pedig ugye a thrillist.com, ők csak a 26. helyre rangsorolták a pályaétel kínálatát, viszont a főtt kukoricát azt nagyon-nagyon dicsérték. Ezt akár csutkáról, akár lemorsolva egy tálból, csilivel, sóval, majonézzel és vajjal feltétként lehet fogyasztani. És hát menjünk Clevelandbe. A csapatnevet nem mondom, illetve mondom, csak most már az nem túl aktuális, mert ugye Cleveland Indians stadionja jön. A Progressive Field, meglátjuk, hogy mi lesz majd a nevük későbbiekben. A retro modern... Cleveland Baseball Team. Washington Football Team-et követve. A retro modern... Igen? Nekik lesz, mert állítok, ugye nem úgy volt, hogy a football team az egy évre lesz. Hát elvileg egy éves, igen, és valami szavazás lesz kiírva. Vagy nem tudom, hogy azzal most mi a helyzet, gondolom, majd a Super Bowl után. Nem, mint hogyha Washington érintetlen. Hát legalább a playoffból oda jutottak. Hát a National Football Conference keleti csoportjából, hát ez a legerősebb volt. Most ezt mindenfajta odaszurkálás mellőzve mondom, Bé, ugye te mint Giants drukker. Te ezt átérezted, gondolom. Hát az utolsó játéknapon még 3 csapat is esélyes volt. Óriási izgalmak. Három csapat is esélyes volt, hogy megszerezze az 5. győzelmét. Mennyivel jutott be a Redskins most? 6-10, nem? Semennyivel, a Washington Football Team jutott be. Jaj, bocsánat, igen. Azt hiszem, hogy 6-10-zel, de nem teszem rá nyakam.
Wow. Na szóval, Cleveland Indians és a Progressive Field a retro modern irányzatot vívő pálya 94-ben nyitotta meg kapuit, még Jacobs Field néven. Ez volt a Baltimore-i Camden Yards után a második építkezés a retrolázban. Természetesen a belvárosban található, és a Centerfield felé tekintve remek kilátás nyílik Cleveland felhő karcolóira, bár az óriás eredményjelző az épületek hegyi részét kitakarja. 2008 óta viseli jelenlegi nevét, de sokan továbbra is a becenevén szólítják, The Jake. A Seattle Mariners ellen nyitó meccsen Bill Clinton állt oda az ünnepélyes kezdődobáshoz. Az új pályához hamar hozzászokott a csapat, első évükben a 35-16-os győzelembereség mutatót produkáltak otthon, amely magában foglalt egy 18 meccses otthoni győzelmi szériát is, de 18 meccsen keresztül nem kaptak ki. 95. június 12 és 2001. április 4-e között Ginorban 455 hazai mérkőzésen adta el a csapat az összes belépőt, ezzel MLB rekordot állított fel. A vezetőség vissza is vonultatta a 455-es meccszámot ennek tiszteletére. Lehet egyébként ekkora számú izé? Ez már én kétlem. Na, tovább. Annyira oda voltak ekkora csapatért a szurkolók, hogy 5 szezonon keresztül minden hazai meccsre elfogytak a jegyek, már a szezon első meccse előtt. A 455-ös rekordot 2008. szeptemberében aztán a Boston Red Sox fúj végül megdöntötte. A pályát leginkább a left field kerítéséről, a kis zöld szörnyről lehet felismerni. Ez a kerítés 6 méter magasan emelkedik a pálya fölé, míg center fielden és jobb oldalon mindössze 3 méter. Érdekesség még, hogy a bullpenek magasabban helyezkednek el, mint a játéktér szintje, konkrétan a center fielder mögötti lelátón, így jól látni meccs közben a melegítő dobójátékosokat. Különös szabálya a pályának, hogyha az elütött labda az alacsonyabb kerítés magasságánál magasabb ponton találja el a 6 méteres kerítést, és onnan az alacsonyabb kerítés mögé pattan, akkor hazafutás. Hú, ezt most szerintem még egyszer. Nem? Ez most egy kicsit ilyen érdekes. Tehát, hogyha az elütött labda az alacsonyabb kerítés magasságánál magasabb ponton találja el a 6 méteres kerítést, és onnan az alacsonyabb kerítés mögé pattan, az hazafutás. Tehát a 3 méternél magasabban éri a magas kerítést, és onnan bepattan az alacsony mögé, akkor hazafutás. Ami az fizikailag azért nehéz, hogy a falról oldalra hátra pattanjon, de előbb fordulhat. Clevelandben mindenre gondolnak ezek szerint. Fun fact, igen. Hm? Mi? Mi? Hogy mi? Ki, jó, mondom, mi? A bogarakra is mondom. Ja, igen. Fun fact továbbá, hogy a legmesszebbre szálló hazafutás Jim Thome ütötte 99. július 3-án 511 lábra, hát ami kb. 156 métert jelent. Jézusom. Ezt hogy? Szerintem ütővel, de nem biztos. Tényleg, én azt hittem labdával. Szerintem előtte szalonnát meg tojást reggelizett, Tomi. Bajnokok reggelije? Továbbá nem annyira vidám tény, hogy 2007. októberében itt történt a híres bug game, amikor a Yankees dobóját, Joba Chamberlaint ellepték az Eric Thome felől érkező bogarak. Ugye erről a korábbiakban már beszélgettünk, és hát DS fölemlegette az elmúlt percekben. Igen. A Stadium Talk által ajánlott étel az a Slider Dog, ami tulajdonképpen egy marhahúsos hot dog, csilis, sajtos, makaróni, bacon és gabona pehely. Tehát fantasztikus páros. Ráadásul Fruit Loops, Jézusom. Igen, egészen, Fruit Loops egészen pontosan. Ezek a párosítások zseniálisak egyébként. A Trillist.com a top 10-be sorolja a stadiont ételek terén, 8. helyezett egészen pontosan, és az olvasztott sajtos szendvicseket emeli ki. A Parmageddon nevükre áll, mert különösen jól hangzik egyébként. Adom. Parmezános, ahogy érzem. Elképzelhető. A Pittsburgher mellé új versenyző lépett. Parmageddon. Menjünk tovább akkor a Detroitba, a Detroit Tigers otthonába, a Comerica Parkba. Meglepő módon Detroit központjában találjuk ezt a stadiont. A Lions otthonaként szolgáló Ford Field, valamint a Red Wings arénája szomszédságában.
és 2000-ben nyitotta meg a kapuit a csapat szurkolói előtt. Gyakorlatilag egyszerre építették az NFL stadionnal egy város revitalizációs projekt keretén belül. Ez egyébként sok ekkor épült stadionra jellemző erre a retro modern irányzatra, hogy kapott az NFL csapat egy külön stadiont, meg mellette gyakorlatilag az utca túloldalán volt a baseball stadion, és a várostészt ezzel megpróbálták felhúzni. Hát bár Detroitra sajnos rá is fér. Bár belvárosi területekről, de szerintem ilyen rostaövezetek lehettek ezek. Figyelj már, mesélj erről a degeci városról, hogy ez hogyan, hogyan is néz ki, meg milyen ott az élet. Polgármesterem, hogyha jól tudom, nem? Mindjárt mondok neked valamit. Ez egyébként fenyegetően hangzik. Csak nem tudom, hogy már... Gyere ki a hóra, vagy mi? Játsszuk le, vagy jelen? Kijött belőlem a detroiti. Hát a Comerica Bankot, ugye a névadó szponzort, az Detroitban alapították, de azóta a pénzintézet áttette a székhelyét Dallasba. Hát ugye Detroit a híres elől, hogy gyakorlatilag tömegek hagyják el a várost. És a nyitó meccsen 2000 április 11-én a Seattle Mariners-t fogadta a Tigers, és nyertek is 5-2-re, egy szép áprilisi tavaszi napon, 2 Celsius fokos hőségben, idézőjelben. De ahogy említettem, ez is a retro baseball pályaláz idején épült, de ilyenkor a tervezők visszanyúltak a 20. század elejére, ezeket az ékszerdoboz stadionokat akarták, hát nem másolni, de hasonlókat álmodtak meg. A belvárosokban tervezetten aszimmetrikus stadionok voltak ezek, akár csak a Comerica Park, és előszeretettel használtak tégla elemeket, például itt a home plate mögött a backstop a Comerica Parkban az téglából van, az egy elég jellegzetes része a stadionnak. Természetesen itt is rendelkezik mindenféle modern vonásra a stadion, luxusboxok, tágas folyosók, büfék, stb. És talán a legjellemzőbb vonása a bal oldalon a lelátók mögött található óriási kijelző. De centerfielden a Detroit belvárosát csodálhatják, akik szeretnék. És az óriás kijelző tetején, illetve a stadionban több helyen lépten nyomon tigrisekbe botolhat az ember. Ugye a kijelző tetején 2 tigris van, és ezek szemeiben, amikor a Tigers hazafutást vág, vagy győzelmet arat, akkor felgyullad a fény, és tigris üvöltés is hallható a szájukból. Itt azért annyira a kreatív munkatársak nem erőltették meg magukat, úgy érzem, mint a Cincinnati. Kéne prankelni, és Katy Perry-től a robot benyújt. De egyébként van a bejáratnál is vannak óriási tigris szobrok, stb. Csodálom, hogy Lánchíd másolat nincsen. Minden Magyarországon volt először. És van még egy dolog, ami egészen egyedivé varázsolja ezt a pályát. Ez az MLB-ben az egyetlen olyan stadion, ahol a dobódombot és a hazai bázist egy salakos út köti össze. Mindenhol máshol füvet ültettek erre a részre. De itt van ez a kis út, ami salak. És ráadásul a hazai bázis körüli rész sem kör alakú, mint más stadionokban, hanem bázis formája van. Ahol az ütőboxok elhelyezkednek meg, ahol Google a catcher, az általában egy ilyen kör, vagy félkör, vagy háromnegyed kör, itt a hazai bázis formáját veszi föl. Meg hát attól is egyedi, hogy csak itt játsz a hazai meccseit a Detroit Tigers. Többek között, igen. Mi van? És ha már ott járunk a stadionba, akkor ne csak a mérkőzést nézzük meg. Left field lelátó mögött van egy óriás kerék, ahol baseball labda formájúak a kabinok. Illetve van egy szoborpark a Tigers egykori nagyjairól. Ty Cobb, Al Kaline, Charlie Gehringer szobrokat láthatunk itt. Úgyhogy természetesen a Tigers is ad a múltra. Hát itt is írtam fel egy különös szabályt, ami, ha belegondolunk, azért nem olyan különös, csak egyedi eset ebben a stadionban. A left center kerítés mögött van egy zászlótartó rúd,
És ha ezt eltalálja a labda, akkor az home run természetesen, de ugye, ahogy említettem, nem olyan különös, mert ha nem lenne ott a rúd, akkor a lelátó landolna a labda. Tehát azért ez is érdekes. Nem tudom, hogy volt-e ilyen eset, hogy konkrétan az ászlót tartott találták telibe. A Stadium Talk a Coney Dog Egg Roll-t ajánlja, ami egy bundázott chili dog, gyakorlatilag mustárral és hagymával. Viszont a thrillist.com nem tartja túl sok nagyra a kínálatot, csak a 27. helyre rangsorolták a felhozatalt, és ők a csirkés savarma nachoszt ajánlják. Cserébe kézműves sörökből nagyon jól áll a stadion. Egy jó kis kézműves sör, egy jó kis hot doggal. A csirkés savarma nachosz, ez jó hangzik. Igen, és hát itt azért, most így belegondolok, hogy jó, hát nem nagy a felhozata, meg 27. helyre rangsorolt, de valószínűleg azért olyan kaják vannak ott is, hogy megnyalod mind a 10 ujjadat. Igen. Igen, valószínűleg tartom, hogy itt ez, attól, hogy itt valami hátul van a rangsorban, attól nagyon jól el tudnánk ott költeni szerintem a fizetésünknek egy elég tetemes hányadát, akár egy este ott is. Én szerintem a fizetésünk dupláját. Na igen. De abban már benne van az egész Tigers csapat tulajdonat is. Tigers szurkolók, Oakland szurkolók és minden más csapat szurkolói, akik nem olyan kíznek szurkolnak, elnézést DS viselkedése miatt. Nem fél kérnénk elnézést. Erről szól a Yankees drukkerség, nem? Ők is ezt mondanák a saját podcastjükbe a Yankeesről. Így van. Ja, jó, igaz. Nem dicsérnének minket. Én próbáltam empatikus lenni a sok kicsi csapattal. Ja, op, mi? Igen, hát ez van, figyelj, mi Yankees boys vagyunk, nem baseball boys. Mi? Igen, hát a szenteknek is maga felé hajlik a keze, ugye velünk sincs ez másképp. És ezzel nem arra utaltam, hogy szentek lennénk. Mert azok New Orleansban vannak. Viszont New Orleans helyett kell... Mike-nak megvárjuk az összeadást. Nem, mert elévítom inkább magam, mert ez még egy hosszú ide. Ez addig fog tartani, amíg le nem érek Degecre. Szeretettel várlak. Fenntartok egy külön szobát neked. Az elmegyógyintézetben. Mi? Arkhamba. Tartok azt mondom. Szóval mi nem New Orleansban megyünk a Saintshez, hanem Kansas Citybe, méghozzá a Kaufman Stadiumot fogjuk most taglalni. DS. Igen? Azt hiszem, már nem Kansasben vagyunk. Nice. Sőt, hogyha Frankon a Kansasnek lett volna a vezetőedzője, akkor lehetne, hogy szerintem nem Kansasben vagyunk, már Tito. Tito. Nice, ez jó volt. Hú, imádom az Óza csodák csodáját. Egy nagy varázslót. Kaufman kilóg a divízió többi stadionjának a sorából, hiszen ő a legidősebb, 1973-ban nyitotta meg a kapuit, bár a Royals-t már 1969-ben megalapították. Nevét az együttes alapítójáról és első tulajdonosáról, Ewing Kaufmanról kapta, bár csak 1993-ban vette fel ezt a nevet, előtte Royals Stadiumnak nevezték el, óriási fantáziáról. Éve. Az NFL-es Chiefs otthona, az Arrowhead Stadium, az utca túloldalán van, ugye ez is, mint ami előbb B, amit megjegyzett itt is, ez a jellemző, hogy egyszerre van ott a kettő stadion egymás közelében, egy városrészben, és érdekesség, hogy csak baseball pályának építették egy olyan korban, amikor sok stadion több funkciósra baseball plusz amerikai foci terveztek. Kansas City-t a szökőkutak városának is nevezik, a stadion leglátványosabb része is ezt emeli ki. A Wright Center Field kerítés mögött van egy impozáns, 98 méter szélesen húzódó vízesés, valamint szökőkutakat is láthatnak a látogatók. Ugye hát ez is olyan, amit szerintem, hogyha egyszer látott valaki, akkor az megjegyzi, mert ez egyedivé teszi a stadionok közül a Kansas City-t. A szökőkutak azok meccsek előtt és után, valamint a játékrészek között működnek, vízesés azonban a meccs közben is zubog. Egy másik kiemelkedő pontja a stadionnak a Buck O'Neill-ról elnevezett ülőhely a lelátón, ez a 127-es szekciónak a C sorának a 9-es széke.
Ugye O'Neill a Negro Leagues-ben szereplő Kansas City Monarchs játékosa volt, majd az MLB első afroamerikai edzője lett, aki aztán hát elévülhetetlen érdemeket szerzett a Negro Leagues múzeum kialakításában, valamint abban, hogy napjainkban a Negro Leagues megkapta az MLB teljes elismerését is. Itt is van fun factünk. A pálya karbantartóinak a vezetője George Thoma egy időben, aki a Kaufman mellett az Arrowhead gyepére is ügyelt. 1967 és 99 között az NFL minden évben felkérte őt, ráadásul a Super Bowl aktuális helyszínének felkészítésére is. Szó? Sikerülni fog. Telágazódás. Ez ugye mai napon éppen aktuális Super Bowl Sunday lévén. És ezek mellett még 1984-ben és 1996-ban ő volt az olimpia pályakarbantartásáért felelős vezetője is, valamint ezt a tisztséget az 1994-es futball VB-n is ellátta. Tehát ő egy nem semmi figura volt így gyeprendezésre. Karbantartó sztár. Igen. És pályafutását egyébként a Willsbury Baronsnál kezdte. Ugye, akik a jogelődei voltak a Scranton Willsbury Rail Ridersnek, akik jelenlegi AAA-s csapatunk. Lássuk az ételeket. Stadium Talk által ajánlott étel az a barbecue burger. Ez steak, hagymakarikák, sweet baby rays, barbecue sauce, sajt és pulled pork. Grillist.com viszont meglepően szegényesre értékelte a kínálatot, és csak a 28. helyen tartja nyilván a Kaufmant. Bántóan gyenge a barbecue kínálat a stadionban, ahhoz képest, hogy egy barbecue városban vagyunk. Ők a Belfonte-i fagylaltot ajánlották kipróbálásra, amely egy lokális fagylalt készítő műve, aki 1969-ben alapította a vállalkozását, tehát egy idős a Kansas City Royals baseball csapatával. És a következő város egy olyan város, amiben Green Bay Packers szurkolóként nem vágyok. Minnesota Twins csapata jön, és a Target Field az ő otthonuk. Célkeresztetbe kerültek. Igen. Tördelem közben az ujjaimat. 2010-ben nyitotta meg kapuit az Ikrek szurkolói előtt. Mi? Igen, az Ikrek szurkolói előtt. Abban az évben az ESPN magazin a legjobb stadionnak választotta meg, előtte 20 évig a Metrodome-ban, a Vikings-szal társbérletben élte mindennapjait a csapat, de a multifunkcionális stadion helyett mindkét csapat kapott egy-egy külön stadion. A Target Field még épp belefért a retro modell vonulatba, ebből következik, hogy a pálya Minneapolis belvárosában található a North Loop, vagy korábban a Raktár negyednek nevezett részén. Az új stadionba költözést nagyon hosszú húzavona előzte meg, hiszen a csapat akkori tulajdonosa már 94-ben bejelentette, hogy a Metrodome tovább már nem megfelelő a Twins számára. Több terv, lokáció, valamint a költözés messze a szomszédos Saint Paulba belengetése után végül 2000-ben lett meg az építkezés helyszíne. Hát majd 5-7 év következett, amikor miután el is indulhatott a munka. Kicsit hasonlatos egyébként a Yankee Stadiummal való húzavonára, nem? Tehát nekem most írtan az jutott eszembe, hogy ott is ugye Steinbrenner előtt már belengedték, hogy kéne egy új stadion, aztán... Nekem az jutott eszembe, hogy Minnesota mindig csak várnak, aztán várnak. A stadion szép, nagyon egybe van, de különös ismertető jegyet nehéz lenne kiemelni. Szóval Minnesota. Talán a leglátványosabb dolog a Centerfield fal mögött elhelyezkedő Minion Paul logó, amelyen két játékos készült. Bocsáss meg, hogy közbeszólok, csak kimaradt egy bekezdés. Időjárás veszélyessége. Mindegy, ez majd utána. Jó. Ja, jó. Ők reprezentálják az ikreket, azaz a szomszédos városokat, Minneapolis és Saint Paul. A figurák közül, körül attól függ, épp mi történik a pályán. Fények gyulladnak ki hazafutásnál, például a két figura kezet ráz, a fények pedig villognak. És hát akkor beszéljünk az időjárásról is! Annak szeszélyessége miatt előzetesen beúszható tetőszerkezettel tervezték meg a stadiont, de az körülbelül 100 millió dolláros pluszköltséget jelentett volna, amelyet sem a város, sem a csapat tulajdonosa nem akart magára vállalni, így a tető nem épült meg, cserébe a lelátó és a pálya
is fűtött, hogy abban a pár napban, míg októberi baseballt játszik a Twins, hát ne fagyjanak meg a nézők és a játékosok abban a pár napban. Továbbá fun fact, hogy a home plate-et a Metrodomból áthozták, és most is azt használják. Fun fact 2, a stadion egyik kocsmája a Town Ball Tavern padlózata a Minneapolis Armory nevű rendezvényhelyszínről lett áthozva. Az Armory volt a Minneapolis, ma már Los Angeles Lakers otthona. Azon a parkettán piálhatunk, ahol egykor Elgin Baylor pattogtatta a labdát egyébként. Ja, ez jó pufa, csak nem Minnesota-ban lenne. A Stadium Talk által ajánlott étel a mogyoró vajas bacon a szemics. Imádom ezeket a párosításokat. Vá, én nem tudom, de ez egyszerűen engem lázba hoz és megkóstolnám. A bacon a szemics, mogyoró vajas bacon a szemics egyébként apple jammel, kovászos kenyérben tálalandó, peanut butter és jelly szemics szalonnával, tehát hogy még fokozzuk a dolgokat. Fú, én nem tudom, én ezeket nagyon élem. Én a magyar óvajjal vagyok, úgy, mint Béla mutatásban az aioli szósszal, hogy megfürödnék benne. Van ezt adom, PB&J szendvicset szalonnával. Én ezeket a párosításokat, meg ezeket az összetételket nagyon élem. Na de lássuk, mit ír a thrillist.com. Ők a rangsorukban, hát az ő rangsorukat tekintve egy nagy ágyúról beszélünk, a Twins kínálata a második a ligában a Mariners után. Ők az indulítót, azaz az indiai burítót ajánlják, de szerintük a koreai kaja felhozatala is erős. A stadion inkább a város ízeit kínálja, nem klasszikus baseball kajákat. És hát most jön az, amit én Oreónak olvastam, de valójában nem az, hanem outro. Igen, egy kis érdekesség még így összességében a stadionokról, ahogy így kutakodtam, egy nagyon érdekes dolgot találtam. Ja, régen HOK Sport, ma már Populus néven működő építészeroda nevét szeretném kiemelni. Nem kevesebb, mint 20 stadion tervezett a Liga 30 pályájából. Köztük az előtt említett AL Central pályákból 4-et, szóval Kaufman Stadium felújítását is ők vezényelték le. Úgyhogy elképesztően komoly portfólióval rendelkező cég. Ők álmodták meg a Camden Yardsot is, vagy az új Yankee Stadiumot is például. Hát még ott nagy álmodás nem kellett, mert úgy néz ki, mint a régi. Az ő kezük munkája van benne. Tehát Super Bowl Sunday van, úgyhogy még térjünk át az NFL-re is. A teljesség igénye nélkül ennek a cégnek benne van a keze, szeme számos NFL stadiumban, például a Raymond James-ben, a Tampa Bay-nek az otthona, Heinz Field, Pittsburgh, vagy a már említett Gillette Stadium Foxborough-ban. De NBA arénában is utaznak, United Center Chicagóban, a kedvencem a Scotiabank Torontóban, vagy például a Denveri Pepsi Center. Mike, neked kiemelném, hogy futballstadiont is terveztek, például a Denveri-t, az Arsenal otthonát, vagy az új Wembley-t, vagy szintén neked ajánlom, Mike, a Tottenham Hotspurs új stadionját. Tehát például az Ascoti Derby színhelye mögött is az ő ötleteik állnak. És még a Tropicana Fieldet is ők tervezték, de ezt itt megjegyeztem magamnak, hogy remélem azt a tervezőt kirúgták már azóta. Képzeljétek el azt a pillanatot, amikor egy srác, és most hagyjuk egy kicsoda, alszik az órán, töri órán, és az arabok szóba kerülnek, és megkérdezi a tanár, hogy hát a kiről kapta az Arsenal stadionja, új stadionja a nevét, és akkor fölkiált az az alvó gyerek, Lemire stadion! Nem megtörtént eset. És van még egy évfordulónk is a héten, méghozzá tegnapi napon, február 6-án volt Babe Ruthnak a születésnapja. 1895. február 6-án született meg Baltimore-ban a nagy Bambino, hát boldog születésnapot neki. És ha már annyit beszéltünk NFL-ről, ti kire tippeltek? Legyen-e vége egy ilyen NFL-es dolog? Szeretem ezt a reakciót. Számomra ez az utóbbi éveknek szerintem a legvisszataszítóbb Super Bowl-ja lesz. Mert egyrészt a Kansas City-nek nem tudok drukkolni, akármennyire is szeretnék. A Tampa Bay meg egymás utáni két héten a két kedvenc csapatomat ütötte ki a rájátszásból, szóval
Én nem nyilatkoznék, én nem fogom nézni se, nem érdekel az eredmény sem, igazából teljesen mindegy, hogy melyik. Annyiból érdekes lenne, hogy ha jól tudom, akkor Tampában lesz ugye a meccs, az érdekes lenne, hogyha a Tampa Bay-be húzná hazai pályán, és ezzel elsők lennének a liga történetében, aki hazai pályán nyer Super Bowl-t, ettől függetlenül kéz- és lábtörést mind a két csapatnak, és ez most nem feltétlenül szerencse nyilvánítás, vagy szerencse kérés volt. Én azért tippelek a Chiefs-re, így Giants szurkolóként, mert biztos vagyok benne, hogy Eli Manning mellett lesz majd olyan quarterback, aki legyőzi Tom Brady-t, hogy ennyi örömöm se legyen, úgyhogy szerintem Chiefs. Én nem merek tippelni, mert ugyanúgy vagyok, mint DS, hogy az utóbbi évek legérdektelenebb Super Bowl-ja ez számomra. Brady-t nagyon nem szeretem, de ennek ellenére nagyon elismerem. Most azt érzem, hogy Chiefs, de ez nem tipp. Inkább hagyjuk ezt a Super Bowl-t, nem is értem, miért hoztam fel. Hát mert ma lesz. Ja, jó, igazad van. De menjél már hozzá oda abba a városba, vagy... Most így gyorsan visszapörgetem az előzőeket, hogy mik voltak. Hát egyébként itt kicsit alálőttem, mert hogy visszanézem, akkor az utolsó, ami egy picit is tudott érdekelni, az a 2012-es, nem, az előtte a Giants Patriots. Tehát azóta számomra olyan összecsapások voltak, amik ez a... Nem is néztem egyiket se konkrétan szerintem. Nekem messzebbre kell visszamenni 2010-ig, de... Nekem ott volt 5 jó éven. Ugye én Green Bay Drucker vagyok elsősorban, Saints másodsorban, meg hát ugye a Giants kétszer verte ott 5 éven belül a Patriots-ot, és hogyha Boston kikap New York-tól, az mindig jó. Tehát ott hogyha az a Steelers győzelem nincs benne közte, akkor az egy tök király lett volna. De így is 2008-tól 12-ig, én azt mondom, hogy számomra az volt az aranykora a Super Bowl. Az a Sans, egyébként az a Sans győzelem a Katrina után, az nagyon, az még korábban volt, ugye? 2009, nem? A Saints az 2010-ben nyert. A 2009-ben a Steelers húzta be az Arizona ellen. Ja. A Saintsnek ugye volt egy nagy sorozata előtte is 2007-ben, amikor a Bears kiütötte őket a végén, és aztán a Colts megverte a Bears-t. Erbolva. Hála az égnek. Chicagót csak a Cubs miatt lehet szeretni. Na, de hát igen, hajnalban győzzön az, aki jobban megérdemli. Nem tudom, nem én... Tényleg. A season MVP akkor is Aaron Rodgers, és pont, és itt vége a szezonnak ennyi. Legalább megkapta. Sokra mentünk vele. Erre nem emlékeztes. Fáj még mindig. No, de hogy hol hallgatható vissza a podcast, az fontos dolog. Egyrészt, ahol éppen most hallgatjátok, de hogy Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, Pakit, mi ez, podcast-en, az összes nagy streaming szolgáltatón és mellette YouTube-on is, és hát amíg ezek a stadionos témák futnak, addig YouTube-ra egy kis türelmet kérek, ugyanis az ilyen hétfő este, néha késő este kerül feltöltésre, ahogy tetszik. Úgyhogy akkor ott akkor láthatjátok, viszont az igazán szemfülesek azok az egyéb nagy streaming szolgáltatókon és hang streaming szolgáltatókon, inkább így mondom, azok már ma, azaz vasárnap este, késő este észrevehetik, hogy hallgatható. Úgyhogy jó szórakozás, kívánunk hozzá, és emellett ajánljuk a New York Yankees Hungary-t, ugye ami a fő témája a podcastünknek, és az indítója a Facebookon, illetve a Yankee házát is, ezt a DS szokta mondani, de mondom én most, hogy érezze kicsit, hogy a mája hajduzzadjon, ne csak nekem legyen nagy a májam. És hát várjuk a kommentjeiteket is YouTube-ra, a Facebook-ra, a feljegyzés alá, meg hát a Yankee házára is, tehát nyugodtan írjatok, ball.hu-n, Playball csoportban, és egyéb helyeken, ahol éppen látjátok, hogy megosztásra került a podcastünk. Így van, köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, ezen a héten is, jövő héten pedig jövünk nektek ismét a friss hírekkel, illetve az American League és a National League keleti csapatainak a stadionjaival.
kivéve ugye a Yankee Stadium, amit már bőven kitárgyaltunk. Így van, találkozunk jövő héten, sziasztok! Köszönjük szépen! Sziasztok! And here's a drive to left. It's mighty high, it's mighty far, and good night!